Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. A Best of Morning Show. Végre van egy hazai közösségi applikáció, egy gasztro applikáció, gyerekek. Az a helyzet, hogy volt ez a taxis történet, hogy ugye ne taxival járjál, hanem magánszemélyekkel, arra csináltak egy alkalmazást, és ez meg kicsit átfordította egy magyar csapat, és azt mondta, hogy ha te otthon a kisgyerekednek főzöl valamit, mit szeret a kicsi? A kicsi? A sütőtökrémet csirkehússal. Nagyon jó, oké. Olyat nem főznék senki. Mindent megeszik egyébként. Az insert. Az Instagramon meg is lehet nézni egyébként, hogy milyen szépen fejlődik. Így van. Fönt van egy friss kép az Instagramon erről. Így van. Ma megjelent az egyik bulvárlapban egy kép a piciről, nem sok látszik belőle, de megjelent, és ezért az Instagram közösségünk is kapott egy képet, mert ott nagyon hiányoltátok, hogy nagyon hiányoltátok, hogy nincs kép Noelről, úgyhogy menjetek az Instára, keressetek bennünket, tettem föl oda is egy képet, hogy bepótoljuk a hiányosságokat. A titok a sütőtök. Ha már egy bulvárlap kapott, akkor kapjanak a mi drága instás közönségeink is, vagy közönségünk is, úgyhogy instások irány ott van a kép. Na szóval... az a lényege, hogy te megcsinod a sütőtök pürét meg a csirkehúsit, és rájöttél, hogy sokat csináltál belőle. Ekkor te földobod erre az alkalmazásra, hogy gyerekek, 4 adag sütőtök püré és csirkemell gyönyörűen lesütve várja az új gazdáját. Én, aki regisztráltam erre a sztorira, azt mondom, hogy a kutya fája, de ennék egy sütőtök pürét, már koppintok is, te azt mondod, hogy akkor mondod a címet, menjek át hozzád, kártyán keresztül megy a fizetés, tehát nem viszek készpénzt neked, az enyémről levonják, a tiédre jóváírják, én beülök hozzátok a nappaliba, vagy az étkezőben, és megesszük a sütőtök pürét, meg a csirkehús. Nem mondod komolyan, hogy van megosztás, Jézus étel Mária. Megosztás, így hívják gyakorlatban, ha te, hogy jól főzöl, vagy rosszul főzöl, az tök mindegy, ha úgy érzed, hogy van fölösleged, és ezzel szeretnél meghívni másokat, akkor ezt mától megteheted. De jó. Vagy nem mától, de most már működik a történet. Ez tetszik, csak mondjuk az, hogy bent a nappalidba. Nem lehetne, itt tudom én kirakni egy kempingasztalt 2 székkel a ház elé, és akkor ott inkább. Hát ez az egyik érdekes. De hogy néz ez ki? Benne. Csinál Marika néni egy madártejet. Most nézzük meg, hogy néz ki. Marika néni használja ezt az applikációt. Marika néni föltölti, hogy van 8 wilding madártej. Gyertek, egyétek meg. Becsöngetek Marika nénihez, és azt mondom, igen, hogy csokolom, jöttem a madártejét. Nekem levonnak a kártyámról, Marika néninek jóvá írják, kimeri egy 4 darab befőttes üvegbe nekem, vagy ott helyben megeszem, csókolommal elköszönök és elmegyek. Választhatsz, vihetsz is el szerintem, ad befőttes üveget Marika néni, azt ki kell fizetni, mert marha drága a befőttes üveg, de le is ülhetsz Marika néni asztalához, és ugye itt jön rögtön az első kérdés, hogy beengedsz-e gyakorlatilag vadidegen embereket a lakásodba. Mert nem ismered. Ebben nagyon sok kérdés van szerintem. Tehát én nem akarok itt nagyon-nagyon tényleg sznoboskodni, meg nem tudom, de ez a bárki után bármit, bárhol, bárhogy megeszem, ez szerintem nagyon meleg. Értem, ez egy startup cég, nyilván jól csinálják, terjeszkednek, gondolom én. Tehát ez valószínűleg egy jól menő dolog lesz majd, meg hál' Isten magyar, meg támogatjuk őket. De azért ez, hogy van ez, hogy fölcsöngetek a 6-ra, és a valakinek a valamiét csak úgy én elviszem, és odaadom a gyereknek, nem látom, hogy készült, hogy milyen körömmel csinálta, hogy mi van a sütőjében, hogy van elmosogatva a dolog. Hogy nyúlt hozzá, belenyúlt az órába, amikor túrta a tésztát. Mit tudom én? Hát ugye akár ez étteremben is megtörtént nyilván. Tehát ez bárhol megtörtént. De mégis azért Marika néni vaníliasodóját, aranyom, 8 adag vaníliasodó maradt az unokám, már nem kérte, de csináltam 300 forinti adagonként a Mastercardomra, dobjál már át egy kis pénzt, azt vidd már el ezt a vaníliasodót. Másképp is, ha gondolom. És ugye egy dolgot felejt el közölni Marika néni, hogy 2 hete csinálta a vaníliasodót, és az unoka már nem akar többet enni. Fogadjunk, hogy fönt vagy, és te már nyomod a izét. Nem vagyok fönt, de gondolkozom rajta. Jó, de valóban jó, de ez az első. Nálad szívesen, te csinálsz egy báránypofát, nem tudom, jázmin rizssel, rukkola salátával, akkor azért arról, hogy beindulok és megveszem. De kadlottéknál a 4-en van egy tojásos lecsó. Nem, most kényszeret kenyérrel.
Mi van akkor, ha megjön az illető, megveszi, leül, megeszi, és nem akar elmenni? Igen. És ott ül, és ül egy idegen ember a kórhában, és azt mondom, ízlett az ebéd, kedves, igen, akkor 400 forint, ez kifizeti. És akkor elkezd nézelődni, asszony itthon van, rákérdez, kicsit benéz még a hűtőbe. Megmondom, hogy uram, megette, legyen szíves, távozzon. Hát feltérképezi, elnézést, elmehetek kezet mosni, elmegy budira 10 percig, nem van a WC-be, kicsit rákopogsz, és nem tudod kirakni a lakásodból, és közben már sorok állnak, akik jönnének hozzád megenni a madárt. Vagy megeszed az ízét, az eperkrémleves, és aztán mondja, amikor már elfogyasztottad az utolsó cseppet, és ugye milyen finom, pedig a múlt héten csináltam, hogy kétszer felforraltam azóta, úgyhogy baja nem lehet. Semmi gond nincs. Most hogy adóznak? Mert a NAV szerintem már, ugye már bejelentkezett 4 vaníliasodorra, 3 madárt tejre, hogy próbaevést rendeljen el, de hogy adózol? Bizonyos mennyiségig nem adózol? Hát most állítólag az van, még ugye nem tiszta a környezet, amiben működik a dolog, hogy állítólag 14 adag ételig. 14 adag. Na, 14. Naponta 14? Óránként 14? Egy héten 14? Ha? Mert hogyha azt mondod, hogy napi 14-et kiosztasz, és csak ad mondjuk egy főételél 1000 forintot elkérsz. Uh-huh. 1000 forint, az napi 14 ezer forint, ha minden csak hétköznap megcsinálod, az 300 ezer forint egy hónapban. És mennyi egy adag? Hát attól függ. Azt tette. Hát, romlott, nem romlott, oda rakod egy rohadt nagy tálba izével 5 darab kanállal, akkor az most 5 adag? Hát az szabad áras. Vagy egy adag. Igen. Mi számít adagnak? Mennyi pénz? Mi ha én mondjuk elmegyek föl a negyedikre, ott ül mondjuk Ica néni, és megeszem az ő tojásos lecsóját, és a szalmonellás a tojás. Akkor mi van? Uh-huh. Akkor én visszamegyek Ica néni, ez egy hét múlva, és brutálisat birkózunk a lépcsőházba, hát hogy bekerültem a kórházba. Nem mész, akkor még fekszel. Két hét múlva fölkebál, hogy meggyógyulok, felmegyek. És számunk, akkor kinek kiterhel a felelősség? Hol jelented? Én szerintem ez nagyon meleg. Jogos. Ez a valakinek a valamiért ed csak úgy meg, aki ezt csinálja, a gyerekek le a kalappal. Szóval, hogy ráadásként van egy felmérés, hogy a magyarországi ételmérgezések 65%-a, tehát a nagyobb része az a háztartásokban történik. Pont emiatt. Igen. Pont emiatt, mert ugye nem ismered a technológiát, nem tudod, hogy kint lehet-e még tartani a tojásos nokedlit, még egy órán keresztül ott maradhat-e a sütőben, vagy elteheted. Te azt fogod megvenni. Meleg. Azt fogod megvenni. Hát nem ellen, tehát azért ennél szerintem az embernek kicsit muszáj úgy igényesebbnek lennie, hogy ez a bárkitől bármit, ez szerintem nagyon meleg. Nyilván most ennek a rossz oldalát nézzük is, hogy nem akarjuk magát az applikáció gyártókat bántani, meg tök jó, hogy ezt csinálják, meg biztos ez egy jó kezdeményezés, csak racionálisan elgondolkodik az ember egy-két olyan kérdésen, ami ugye ilyenkor felmerül. Mi van, ha én nem engedem be, mert rossz külsej, akkor kijöntöm a levélbedobón az eperkrémlevest? Igen, hát megmondom a szállat. Mennyit kér, hölgyem? Két nem, adagot. Nem, és nem, úgy kell elképzelni, hogy lesz egy ilyen kis ajtó, mint ahol a mintákat igen? adják le, meg az eredményt adják ki, mondjuk az STK-ban, amikor a vízeletet adod le. És akkor lesz egy ilyen kis ajtó, egy lecsukat, és akkor kirakod. Vagy mint amikor a raboknak adják be a kaját. Szerintem kb. Ilyen lesz. Jó, igen, tételezzük fel, hogy hozzám bejelentkezik. Én csináltam egy tepsi mágia rakást. Én igen. el akarom adni. És bejelentkezik hozzám valaki, hogy ő elvinne tőlem 2 adagot 1000 forintért. Rendben van. Csöngetnek, kinézek a kis kukucskálom, és azt látom, hogy 2 darab 4 ajtó szekrény kis tálkával. Hát szeretnék a mágia rakásért. És az egyiknek van a kezében egy feszítővas, tudod? Jöttek a mágia rakásért. Akkor kiadom neki majd, vagy lerakom az ajtó elé, vagy beengedem, igen. és azt mondom, végignézem, hogy megeszik a konyhában? Hát az a jobbik eset, ha elviszik, de ha azt mondja, hogy ez az applikáció azt nyújtja, hogy oda neked vendégül kell látnod, akkor nem mondhatod már azt, hogy ne jöjjön be. Jaj, elfogyott, mégis megette a gyerek. Igen. Haló, jöttünk a mágia rakásért. Nem, már elfogyott. Nézd ki, vagy abból az öreg galus terve. Ez nem olyan arany, ez de ennek csak a neve arany. Aranyat égszert átveszünk. Nálunk csak aranygaluska van. Nem, ezt nem úgy gondoltam. Tehát akkor elhitettem, hogy nem vagyok otthon? Vagy leengedem neki a negyedikről egy ilyen kis befőtes üvegbe az eperkrémleveset, hogy föl akar jönni, és nálam akarja megenni az eperkrémleveset. Bárkit az ember nem enged be a lakásába. De mi tömeges betörések lesznek, úgy jöttem az eperkrémlevesért, és beengedi őket Marika néni, aki nyomja ezt az applikációt. Hát azért ez nagyon fura. De volt már ilyen korábban ezek a lakáséttermek? Az más a sztori. Hát illetve nem más. Nem, ugyanaz. Hát ugyanúgy oda mennek, hát ugyanúgy kajálnak. Persze, de ahogy tudod, hogy milyen körülmények között, milyen edényekbe, hogy főzi az ételt. Aha. Szépen persze megterítenek, kiviszik, stb. Volt jó, már csak ilyen. Ott azért többen vagytok, van egy vacsora, olyan vendégeket hívsz meg. Igen, nem, igen, ez az egyszerűen. Ez meg egy kicsit ilyen kifőzde feeling. Igen. Egy kicsit. Szóval azért ez, hát így elsőre elég furának tűnik. És ezt magyarok csinálják? Igen, magyar találmány, és ha jól tudom, akkor pont a ízéből indult ki a taxis
applikációból, vagy az ellentaxis applikációból, amiből szintén kiabálás van, és gyakorlatilag majdnem ugyanezek a szempontok miatt. Szóval, hogy tök érdekes, hogy az adózási szempont van, akkor ott ugye, hát gondolom, ugyanúgy értékelik a kaját, tehát én elmegyek hozzád, ugyanúgy értékelem, kitöltöm, igen. Csak ha mondjuk nekem ízlett a mákja rakás, én beraklak téged ötösre, de másnap fosok egy hetet. Akkor visszavon oda. És én elmegyek, mert látom, hogy valaki öt csillagot adott, de nem tudom, hogy utána a budin ült. Hát szerintem ez életveszély. Ez életveszély valakinek valamiért csak így, így váratlanul megenni. És akkor mondjuk, hogy elnézést, már sonkatekes, nem csak pöndörödik a szint. És ha már öten fekszetek a kórházban, ugyanattól a ízétől, sok a mágia rakástól, akkor majd oda fognak menni ahhoz, aki gyártotta, bekopogni? Vagy hol? Tehát, hogy hát az lesz? Hogy kinek a felelőssége? Igen, hogy minden mindenképpen a gyártó vagy a vendéglátó, tehát annak a felelőssége, aki azt a kaját adja, hogy hogy számon kérhető, az már egy másik dolog. Szerintem bizonyos mennyiség alatt nem nagyon számon kérhető. Oké, és mit fogsz mondani? Bocsánat, ez itt egy magánlakás, ne haragudjon már. Hogy mi innen kaját elvitte, ki vitt volna el? Ez az én konyhám. Hát jó, az lehet, hogy kártyára adatok alapján ott van, bizonyítják, tehát hogy az abban a formában megérkezett. Az nagyon jó, és azt fogjuk majd látni, hogy emberek esznek lépcsőházakban, tudod. Tehát, hogy nem érted, hirtelen majd egy-két év múlva, amikor ez az applikáció elszabadul, akkor miért eszik ennyi ember lépcsőházban? Azért, mert mentek innen onnan vásárolni. Én nem tudom. Picit hát, furának tűnik ez így első. Igen, ez az ételmérgezés cucc, szerintem ez meredek. Hát el kell várni, hogy minden hőkezelve legyen. Tehát gyakorlatilag bármit veszel, az flambírozva kell kérni. De tényleg megvan az a rész, amikor ott ül megeszi, és nem akar elmenni? Uh-huh. Tehát, hogy ott ült a ketten egy vadidegen emberre, tudod, a konyhában. És lelakja a helyet. Jaj, de jó lesz! Lenőlnék ide a kanapéra egy órára. El is laknék itt magára. Egy jó presszót úgy meginnék, és akkor, hogy már megvetted, kifizetted, utalt a kártya, megjött 400 forint mágyarakás, kicsit földobja a lábát, kér egy pohár vizet, és úgy azt érzed, mondjuk ott vagy te háziasszonyként, bejött hozzád egy pasi, hogy nem akar elmenni, kicsit elkezd tirölni, kicsit körbenéz a lakásba. 8 perc múlva úszik a csillaci, megnézheted? Náluk kikapcsolták a jobb részét száblatartozás miatt, igen. Szóval, hogy a fenébe teszed ki? Hát nem tudom, fogalmam nincs. Itt a beengedésről ír valaki, hogy mindenki értékel mindenkit, tehát te, amikor fogadsz vendéget, akkor meg tudod nézni a vendég értékelését. Igen, is, persze. Hogy ő milyen? Nem kakil be. hogy a vendég is van értékelve. Az jó, így tehát van. Jön hozzám Lajos bácsi, és normálisan eszik, normálisan használja a budit. Kicsi inkontinencia van, de gyorsan végez, nem maradt tejfölös a szája, jól fizet, hamar elmegy. Elolvasom a jellemzést, és akkor beengedem. Aha, tehát van a jó vendéglátó és a jó vendég jellemzés. Nagyon jó. Nagyon érdekes. Hát ez nem az én világom, de szerintem ez működik. Vagy ez működhet ez az applikáció. Meg maga ez a startup. Tehát ez jónak tűnik ebben a formában. Na, ha már arról beszéltünk, hogy... Azért megvan, amikor a Lajos bácsit például minőtt, a Lajos bácsit nagyon udorja, nagyon kedves, nagyon dicséri fel, és az anyádat te még írj, jó? Te hát rohadja meg, ha a feleségem ilyen gulyást tudna. Még ma is vele vagyok, azért az megvagyik az egészet. Megvagy a Viki, mondjuk vendégül lát tényleg egy ilyen Lajos bácsit, jövök haza a gyerekkel az óvodából, hónom alatt egy görög dinnye, tudod, sétálom be a lakásba, és azt látom, hogy egy ilyen tenyeres talpas Lajos bácsi, igen. Ilyen pokrács gulyás még nyelvette, adjon már még egy szemet kenyeret rajom, de jó segge van, de alá tapakolni. 30 éve vagyok sarus a bábnál, de ilyet még az üzenük, hogy egyszer lehettel abba még egy sárc, mit adj bele a gyereknek, úgy sem tudja meg rá. Ki vagy te vagy az Balázs, jó, szeretem a műsorát, ki az kis tökébe, kezd valamit, kis herceg, tudod, és azt látod, hogy valaki zabál a konyhában. Nyugi, kifizettem rá, küldök még 400-at, eszem még egy adagot. Jó, egy hosszú kávét azért legyen, itt van a slapos, kicsit dúsítom. És így állnék a konyhában, tudod, és mondaná Viki, hogy jó, hát jumberezünk, hát csináljuk. Csináljuk mi, sok lett a mágia rakás, négy szeletet el kellett adni. Hát azért... Te formás vagy, te Niki vagy, mi vagy te? Na mondjuk ott már verekednék, aztán Beniképp fog meg a görög dinnyét. Apá, és egy tigris bukpencer így az asztalon mennék át, hogy azért kirakjam az ember. Biztos vannak hallgatóink, ha már erre kanyarintottuk a témát, akiknek van olyan rokon, családtag, barát, aki megérkezik abba a bizonyos vendégségbe, nem akar elmenni, nem akar hazamenni. És amíg nem van olyan üveg, kitenni. Aminek is havaros a kupakja, addig van. Igen, tehát hogyan szabadultok meg, hazamenni nem akaró, akkor vigyük ilyen irányba a témát, írjátok meg nekünk.
nekünk. Azt mondja, hogy nekem van egy barátom, aki némi alkohol elfogyasztása után csak annyit mond be, ha be akarja zárni a bulit, hogy elment az idő, és ha nem veszi a lapot a társaság, akkor megkérdezi, hogy mondjam ennél udvariasabban, hogy húzzatok haza. Geri azt szokta mondani, feküdjünk, mert mennének. Vendégküldő lehet az is, anya, ha már kimész, hozz be, légy szíves a gyógyszeremet, amit lefekvés előtt 20 perccel kell bevennem. Ezt Barna. Barna küldte nekünk. Igen, hát van az a vendég tényleg, akit baromi nehéz egyébként kitenni, akkor ezek a mondatok azért jól jöhetnek. De csak te lehetsz a hívást, mert ő jól érzi magát. Igen, hát jól érzi magát nálad. Jó a buli. Igen. Az anyósom egyszer belefutott, hogy a gyerekkel 3 órát monopolizott, azóta csak elkiabálom magam, hogy kisfiam, akarsz játszani a mamával? Ez jó. Ez jó. Igen. Jó, még az elindulós kávé, ugye? Azt én nagyon szeretem. Ezt te vezetted be az országba. Azt én nagyon szeretem. Tehát az nálunk abszolút megy. Amikor már érzem, hogy meghal a buli, akkor én ezt így finoman bedobom. Főzhetek egy elindulós kávét valakinek, és akkor mindenkik finoman elkezd szedelőcködni. Értik, veszik a lapot, és tudják, hogy az elindulós kávé azért nagyon, nagyon diplomás. De vannak egy ilyen ráutaló magatartásokra a vendéglátó részéről. Volt egy kedves rokon a családban, aki rendkívül jól főzött, de nem annyira szerette vendéglátani a rokonokat, és ő például azt csinálta, hogy nagyon gyorsan hozta be a következő ételt. Tehát, hogy az történt, hogy még nem is fejezted be az előzőt, már tolta oda az asztalra a következő tálat, meg a következő tálat. meg azt is, és gyakorlatilag egy ilyen vetésforgószerűen úgy kerültek fel az ételek, hogy a végén már 3-4 fajta étel volt az asztalon, csak egyél, aztán szedőzködj, és menj végre haza. Hogy minél gyorsabban egyél, annál gyorsabban tudsz hazamenni, hogy egyél. Uh-huh. Van egy barátom, akinek látom, ízlik, csomagolhatok is. Negyed órája vagyunk itt, hova csomagolnánk? Nekem van egy barátom, akinek a nagyapja konkrétan, amit már meséltem, elővette az ágyneműt, amikor ott voltak a vendégek, és elkezdett nagyon látványosan a nappaliba megágyazni. Fogta a kis dunyháját, kirázta, leterítette, fogta a párnáját, többször összenyomta, megforgatta, letette az ágyra, és akkor a vendégek érezték, hogy nagypapa... Papa elszúnyogkál. Papa menne feküdni. És ha arra nem veszed a lapot, akkor semmire. Igen, meg papa amikor a nagymama bejön a hálóinkben, és egy kis szőkítő habbal a bajszát. Hajkötőbe. Persze, rád néz, rád kacsint, és kiveszi a fogat. Balákám, te maradj még egy kacsint. A nagypapa hamar elhagyjuk aztán. Na jó, hol van. Oké, jó, minden esetre gyerekek, mondjuk el, drukkolunk ennek az alkalmazásnak, magyar dologról van szó, reméljük, hogy siker lesz, világsiker, nagyon sok magyar startup cég van, akik jól csinálják, ez egy jó alkalmazás lehet. Szerintem talán ismerve a magyar mentalitást, ez külföldön jobban működhet, mint Magyarországon, barátságosabbak, titottak az emberek, vendégszeretőbbek, már a magyar is vendégszerető, de érdekes, hogy... Szerintem ennek külföldön van nagy jövője. Igen. De drukkolunk nekik természetesen. De eleinte tényleg menjetek biztosra. Menjetek el a Borbás Marcsihoz, menjetek el a Rákóczi Ferihez, a Kovács Lázárhoz. Így van. Hát, hogy ilyesmi a Búzos Anyihoz, mert ott azért lehet sejteni, hogy nem lesz kéthetes vaníliasodó, amit már 3-szor forraltak. De ha én gluténérzékeny vagyok, mehetek a Búzához? Szerintem mindegy. Mert nálunk a Benni is, meg én is, meg a Viki is kicsit gluténérzékeny. Hát hogy menjek? Sanyi, ne arra, meghív a Sanyi vendégségbe. Balázs, nem gyertek át, Sanyi, ne arra, hogy gluténérzékenyek vagyunk hozzá. Nem. Hozzá sajnos nem tudunk át, de a Feréke szívesen menik, Sanyi, nem arra. A nejem gluténérzékeny. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Én csinálom kellett magamnak egy kávét, ma olyan dolgot láttam egy pár perccel ezelőtt, ami megmondom őszintén, hogy azt élesztette velem, mint hogyha még mindig aludnék, még álmodnék, hogy a Feri pufasztott vízszeletet evett. Finom volt. Isteni. Nem gondoltam volna, hogy ez a pillanat is eljön valamikor. Nem szeretném azért, ha az a teljesen régi Feri úgy tűnne el, hogy nem is létezett. Tényleg, ez fog háttalálni a disznónak, gyerekek, sírva. Azért így van, maradjunk ki? Már annak, aminek elindult ez a műsor, tényleg. A karakterem belül, tehát a futsz, nem dohányzol, puffasztott rizst teszel, hát mi összefolynak a karakterek, hát ez nem jó. De miért eszel most fogyózol? Most egyszerre fogyózol, egyszerre futsz, egyszerre nem dohányzol, nem lesz ennek jó vége. Kapuzárás, tényleg az kezd lenni, most már nagyon úgy tűnik, hogy így.
Én sem. Ez azért ekkora váltás, nincs csak ha valami tudatalatti ilyen kapuzárási pánik indult el. Most meg kell mutatni. Puffasztott rizs, futás, biciklizés, nem dohányzás, fogyókúra. Most ez például mi? Nem bringázom ilyen hidegben. Hát jó, bár mert az... Bár a bringáztam. Igen, tehát most na. Éppen nem, de hogy ez nem múlt el. Most éppen, hogy itt ülsz a mikrofon mögött. De mit miről? Ez már többről kell, hogy szóljon. Tehát itt ez egy ilyen életkori middle age krízisben vagy éppen? Az. Mit csinálsz? Valamiről ez már szól. Igen, hogy amikor elkezdted ütni ezt a nem dohányzós dolgot néhány évvel ezelőtt, ezt még így lepattintottam magamról, de másodpercek alatt. Tehát mondtam, igen, hogy hagyjalak már, hányszor fölidegesítettelek, hagyjalak már. Igen. Vagy szépen mondtam, vagy csúnyán, de hogy nem érdekel ez engem. Ne vegyem el tőled legalább ezt. Ez se. Meg a csülköket ne vedd el, meg az italokat, meg a baráti társadal, meg egyébként is húzzál már francba. Az ugye elmúlt, és kellett találni valamit. Akkor jött a futás, és ahhoz, hogy ez menjen, á, gyerekek. Ahhoz puffasztott riske, abban van az energia, azt mondják. Abban van a sok energia az esti futáshoz, ahogy futok a disznó után. Remegve. Le kell dobni egy 10-est ahhoz, hogy meg tudjam csinálni a 21-et. Teljesen elment az esze. De visszaállok. Mire? Na hova? Mi az, hogy mire? Ha végeztem. Ha megcsináltam a küldetést, akkor visszaállok. Na, az akkor úgy... lesz aztán totálisan értelmetlen az egész. Ne. Kipipáltad, megcsináltad, behúztad. Érted? Megcsináltad az életedbe, ez az egyik kihívás. Most letettem a cigit, az már megvan. Most akkor itt egy újabb, ezt is megcsináljuk. Pótcselekvés egyébként a dohányzás ellen. Mert az a baj, hogyha rendesen ennék, csinálhatsz bármit. És aztán visszajön a régi Feri, aki egy jó sikerült reggeli után szalonna bőrrel törli meg a száját. Azt most is, mert azért az ízben kell, hogy maradjon. Tehát tényleg a Ferinek az izé a szőlőzsír helyett egy darab szalonna bőrke. Szalonna bőrke van. Hát, elképesztő vagy. Tehát a régi Feri kezd eltűnni. Tehát ez már csak a műsor része, ez eszemiszom, dínom, dánom. Ide nekem, közben pedig bringázol, puffasztott rizst teszel, tehát már nem tudom. Melyik Feri a valódi? Az, aki a műsorban van, jövök, megyek, eszem, iszom, dinom, dánom, véres hurka, vagy pedig kikapcsolom a mikrofont és futok, puffasztott rizs teszem, nem dohányzom, vagy ez, aki 200 eurósokkal szívja fel az apkort. De ezt elmondom, hát itt valami nagyon komoly krízis van. Én ezt nem tagadom, hogy ezt most csinálom. Kettőt együtt nem lehet. Vagy ez a Feri van, vagy az. Tehát valamelyik Feri le kell, hogy győzze valamelyik Ferit. Ez egy tudathasadásos állapot. Két Feri egyszerre hosszú távon nem tud létezni. Így van. Tehát ez egy skizoid állapot. Nincs egyszerre puffasztott rizst eszem, fogyókúrázom, egészségesen korpát eszem, meg búzafűlevet, meg tekerek, meg eszem, iszom, dínom, dánom, nagy kaják, minden egyszerre, mert a kettő nem fér össze. De azért futsz, hogy nyugodtan nagy kajálj. És így nem jó? De a nagy kajával nem lesz fogyókúra. Mondjuk igaz. Ugye? Tehát mondom, igen, a kettő hosszú távon nem fér össze. Valamelyik Ferinek le kell győzni valamelyik Ferit. Akkor ez most egy harc, bennem belül? Nem, ez egy kapuzárási pánik, ezt így hívják. Nincs semmiféle harc. Ez egy klasszik középkori kapuzárási pánik. És akkor mitől, ha most én bezárom a kaput, tehát hogy megtörténik az esemény, akkor utána nekem jó lesz? Hát nem, utána jön majd megint egy még durvább pánik, amikor majd vissza akarod kapni, ahogy hívják. Akkor hát vissza akarod szerezni a lényfelé. Egész hát ilyen Kawasaki emblémákat fogsz mondani. Pont egy Kawasaki! Taták motoron, hogy milyen nyomat veszel majd egy motortól. Na az nem az én álmom. Én már lebeszéltem magam, és elindulsz Balaton kerülő túrára egy ilyen Yamaha virágcsóval a csapatot. De nagyon veszélyes. Igen, Balaton kerülő. Három ilyen, majdnem 50-essel. És béka nem lázadozik? Nem akarja visszakapni a régi fejét? Nem, hát milyen megértő asszony. Csendesen horkol és most mit mondjak erre? Valami van itt a háttérben, mert ez már egyre jobban nem tetszik ez az irány. Illetve tetszik, csak eltűnik a régi Feri. Nem? Futok, bringázom, szapkorpát teszem, én nem akarom ezt. Én eszem rendesen is, meg eszem ilyet is, mert bele kellett építeni az életembe. Megnézzük. Érted? A versenyig, amíg teljesítem a izét, aztán visszaállok. Ígérem. Most már csak az kell, hogy Noibi menj odájá, beigitekámozni, és akkor tényleg kitagadnak a műsorból. Tehát akkor ha még bemersz odájni, hogy Noibi. Agassi a múlt, Feri a jelen. Agassi már elment, de itt vagyok én. Agassi elment, már nem tudom, de már nagyon liek. Ugye Ferit legalább el tudják kapni a részvényesek. Azaz, bizonyám. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Találtam egy neked való munkát, Jani.
Na. Ha így gondolkoznál azon, hogy esetleg mit csináljál. Minőségi ellenőrzés trüffelgyárba? Igen. Nem erre gondolt. Nem, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkénteseket keres. Te imádsz ilyen mindenféle fészkeket figyelni, meg sízőhelyeket, meg hómennyiséget a kékes tetőn. Felnőtteknek és nyugdíjasoknak kiemelt segítőként parlagisakas fészek figyelésre lehet elmenni. Milyen gyönyörű szakma te! És ugye hát a parlagisas fokozott a védett Magyarországon, a költő állományát akarják megóvni a fészkelési időszakban. Melyik költői? A parlagisas. Az önkéntes sasőrök négyes turnusokban mobiltelefonnal felszerelkezve értesíthetik a tanúvédelmi program munkatársait, akik megteszik a szükséges intézkedéseket, ha kell. Mert nem az volt, hogy egyedül mehet? Kette-hárman is mehetnek egyébként, tehát turnusokban is lehet. Aha. Ha valami gondot tapasztalsz, mobiltelefonon kell értesítened a helyi erőt, aki kimegy és megnézi, hogy van-e valami rendellenesség abban, amit a parlagisas figyel. Neked nem lenne más dolgod, mint hogy bekucorodni valahova. És sasolni. És hát amit te nagyon szeretsz, félnomád, expedíciós körülmények Zseni. Között, mint a heti vagy ötnapos váltásban őrizni a fészkeket, és minimum egy, maximum négy ember lehet a váltásban. Most képzeljük el, hogy ez hogy megy. Tehát nem kérek váltást eleve. Te egyedül lennél. Én úgy indulnék. De várját, ha elalszol, és ott valami rendellenes dolog. Egy őr sose alszik előőr. Egy hét alatt, ha megpihensz, azért kicsi fejedet álomra hajtod, azért néhány órára, ott ki tudja, hogy közben mi történik a sassal. Milyen sas ez? Parlagisas. Na most én oda megyek laikusként. Nézzük meg, hogy zajlik ez a valódi életben. Engem ott valaki felkészít, hogy mit figyeljek? Hát honnan tudom, hogy mikor... a parlagisas? Na de honnan tudom, ez hogy mikor van? Ez a tárcső az a fészek. Abba okay. az irányba kell tartani a tárcsövet, itt állíthatod az élességet. Na, jó, tessék, mondok valamit. Ott hagyja a tojásokat egy órára. Aha, természetes vagy természetellenes? Ott hagyja három órára. Jelelek, nem jelelek. Riadóztatom a határőrséget, a madártani egyesület. Tehát honnan tudom, hogy mi a normális viselkedés egy olyan állatnál, amit én a büdös életben nem figyeltem meg. Valaki nekem elmondja, óránként a sasmadár megjelenik. Igen. Két óránként enni hoz a kikelt fiókáknak. Éjszaka négy óra. Érted? Tehát, hogy három órára elmegy, én ülök, várom, hülyén, hát szóljak, hogy eltűnt. Vagy várjak, és legyek türelmes, hát, vagy majd vissza. Nem az idegenbehatolást kell jelezni, hogy az jön mi? Valaki el? Hát, amikor feljajdulsz. Józsi, hülye vagy, szálljál le róla. Értem, hogy együtt vigyázunk. Értem, hogy sok az öt nap, nekem is hiányzik az asszony, de takarodjál le róla, mert újság berúglak. Tehát mit kell nekem ott figyelnem? Figyelem a fészket. Távcsővel. Ott ülök, és nézem. Mi a rendellenes? Tessék. Honnan tudom, hogy valami nem stimmel? Mikor hívom én a madártani intézetet a forró számon, mint laikus? Megmondják azt, hogy mennyi idő után kezdenek veszélyeztetetté válni a tojások, miután elhagyta a tojó a fészket. De nyilván ilyenkor őket kell értesítened, mert te nem kuporoghatsz le rájuk. Pont ezt akartam kérdezni, hogy tudom, hogy a madártani intézet négy óra még leír egy munkatárs. Körbenézek, látom, hogy nincs sehol, fölmászok a fára, és kicsit rákuporodok. Igen. Egy fél órára, és kicsit melegítem, az baj. Az a baj, hogy én már láttalak zuhanyozni, és tudom, hogy nincs annyi sekszöröd, mint mondjuk Varga Viktornak. Mert őt is láttad most, már. Igen, most láttuk ez egyik magazinban, neki akad. A legjobb csempeüzletben nincs annyira sík csempe, mint amennyire csempe vagy. A rám lépné a hanyattesnél, úgy csúszom. Te fölcsúszik a borotva, hogy húzod le alul? Gyerekek, teljesen csempe vagyok. Rajtam óriás műlesiklást kell csinálni. Ennyi. Érted? Nincs rajtad elégszörsz ehhez. De miért azért tudok meleget csinálni? Igen. Be tudom úgy őket rakni azért a farpofáim közé. És azt mondom, hogy nem hívom madártani intézetet, melegítem én őket egy óráig. Na tessék. Tehát itt nincs, tehát ez baj? Vagy elrepül a madár, és azonnal leadom a drótot, hogy baj van, mert elrepült? Hát az a lényeg, hogy ő repüljön egy kicsit. És akkor a természetes ellenségeket meg így hesheget. Ez az én fészkem. Ez az én fészkem. És nagyon fontos egyébként, hogy a fiókák hallanak a tojásban, tehát neked az anyuka hangját kell utánoznod. Hogy csinálod? Na. Nem rossz parlagisas. A gyerek, nem rossz. Bereket, hát ennyi. Hát nehogy már magányosan érzik magukat. Mi a veszélyforrás? Azon ki, hogy eltűnik. Valaki meg kirabolja a tojásokat. A kígyó. Kígyó? Nem megy sűrű megy arra felé. És hogy kell, mondjuk én azt látom, hogy valami megzavarja a madarat. Mert nekem a nyugalmát kell biztosítanom. Nálam van fegyver, és rálőhetek az illetéktelen behatolókra? Vagy elzavarhatom azokat, akik ott próbálják az ő kis szerény költését ott megzavarni? Amennyiben ez egy helyi szövetkezetnek a permetező helikoptere, akkor inkább meg. Rohadj meg, akarod jön. Igen. Azt mondja, zavarod a költést. Csőre töltök. Van náluk periszkóp. Micsoda?
periszkóp. Mire zárt terem van? De víz alatt vannak szegények, hát hogy? Akkor búvár felszerelést vigyél. Hát álcázzák magukat. Lehet, mi van, ha neked egy tó közelébe fészkel, érted? Akkor be kell menned a tóba, feldugod a kis periszkópodat. Megnézed, hogy ott van-e a madár, csak utána jöhetsz ki a vízből. Szerintem a tárcső is van náluk, és még teleszkóp is. Minden, periszkóp, teleszkóp, tárcső. De a teleszkóp minek? Ja, hogy van náluk teleszkóp? A lábuk, amikor lépnek. Puhán lépjenek. Ezt írja, egy kilométeres távolsággal, az előbb említett eszközökkel felszerelve figyelheted a madarat. Na? Gyroszkóp. Minden van nálad. Szerintem ez azért van, mert hát én sok mindent olvastam Parlagi Sasról, de azt, hogy hülye, azt nem. Tehát, hogy ő valószínűleg kiszúrja, hogyha ott van a közelében egy ember, és skubizik. Ezért messzebb kell lenni. És minél messzebb kell tőle lenni. Oké, például elmegy a madár. Én kiszúrom, hogy jött egy másik madár, és hülyének néz engem, meg saját magát, ráül a fészekre melegíteni kicsit a tojásokat. Nem mondjuk valami tévedésben. Uh-huh. Én akkor közbeszólhatok, mint önkéntes megfigyelő, hogy látom, hogy nem a fészek tulajdonos ült rá jön egy kakukkfiók, és megpróbálja kilögdösni a fészekbe. Például közbeavatkozhatom, vagy hagynom kell a természete szelekcióját, hogy tegyen rendet, és ha azokat a tojásokat elrabolják, akkor nekem nem szabad közbeavatkozni. Tehát itt tulajdonképpen jogfosztott vagyok, semmilyen lehetőségem nincs. Jelzek a madártani intézetnek. Itt vöcsök, kakuk a fészekbe. Valami nem stimmel. Kakukfészek. Jelentkező. Vöcsök, én vagyok, a kakuk van a fészekben. Ott azért lenne nagy elveszi, mit akarsz, hogy ilyen mondani nevet? Vöcsök vagyok. Mi van, vagy te vöcsök, te ember vagy. Szóval, hogy azért itt vannak bennem kérdések. Vannak. De téged egy ilyenre beneveznélek. Te imádnád. Én valószínűleg ott feküdnék mindenféle ilyen izével, ilyen tereptartó rongyokkal beborítva, gyakorlatilag mint egy ilyen sniper, egy ilyen mesterlövész, és meg se rezdülnék, meg se moccannék. Az arcom átszázó festék kellene befestve, ez teljesen természetes. Valószínűleg előtte valamilyen ott azon a környéken honos állatnak az űrülékével bekenném magamat. Igen, az a baj, hogy neked ez egy ilyen háború lenne. Tehát, hogy te úgy védenéd a madarat, hogy közben harcolnál az elemekkel, az éhséggel, nem innál, hogy kiszáradjál, egy kicsit megtapasztalt, hogy milyen. Ha például már kikeltek. Az én szívemet váljátok, hagyjátok a fészket! Ha például kikeltek, és a madár nem jön vissza, akkor hány óránként kell a fiókákat etetni? Tehát mikor érzem, hogy baj van, és oda kell mennem egy kicsit szájból szájba etetni? Ez nem ez a gond, hogy hány óránként, hanem szájból szájba, ahogy mondod. Tehát, hogy és hát giliszták, rothadó húsdarabok. Egy kis nyers hús, érted, és hát nekik ugye a nyelved is nyers hús kategóriába tartoznak. Ők nem azok, akik fölrókázza az anya, ugye? De azok viszik a csörben, vagy ők vissza, ők nem, ez az még az a pelikán? A hétvégi parti. Fejéként a Jani lenne a parancsnoka az egységnek. Minden nem, engem. Az egységparancsnok Sassi József lenne, gyerekek. Tehát, ja, hát egyértelmű. A vezér. Igen. Tehát, ő lenne a vezérünk, és akkor utána menni, vagy ki jöhetne még szóba. A főszponzor pedig természetesen a Skandinávia Airlines. és a kiképzés pedig special őrszervizesek tartad. Nagyon szeretem, hogy a madártani intézet ezt így intézi. De benevezhetnélek egy ilyenre, nem? Igen. Abszolút. Annál is inkább egyébként, mert rajta vagyok az ügyön. Az interneten keresztül, mert hogy ugye ezt egy webkamerán keresztül lehet figyelni. Igen. Hát akkor te már rajta vagy. Mit mutat? Ott van a madár? Itt van, most nincs ott. Nincs ott? Nincs akkor ott. Baj van, riasz! Akkor nagy baj az van, hívjuk. Az előbb egy rakás szarka volt egyébként az etetőhely körül, amit itt meg lehet nézni, ez a Parlagi Sasnak az etetőhelye. De ez most az etetőhely, vagy itt költet? Igen. Ezt kéne őrizni? Nem, ez az etetőhely. Ha. Nem tojok be az izgalomtól a kép, láttál. Egy hatalmas pusztában kettő darab foág, meg néhány mag leszorva. Az előbb egy rakás szarka volt. Az iskolája, de izgalmas. Fészekről nincs kép? Arról nincs. Pont 8 percig tudnám találtam. Ezt így ebben a formában nézni. Tehát pontosan annyi az inget. Fél. Ja, nem. De most... Itt van Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület sajtósa, akivel már beszélgettünk ugye gólya ügyben is, amikor szegény egyiptomiak felzabálták. Igen. Azt a nyomorult magyar gólyát. Hello Zoli, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlet a hallgatóknak is! Jó reggelt kívánok! Mikortól indul ez az önkéntes megfigyelés, amit meghirdettetek? Április 11-től augusztus elejéig fog tartani, hát persze, hogyha a sasok is úgy viselkednek, ahogy... Hát, mert ugye költészet napja, hát érted, április... Hát milyen szép árukapcsolás. Figyelj, ide teljesen laikusok is jelentkezhetnek? Tehát, ami benevezzük Jánost, aki állik felfegyverkezve, megérkezne erre a madárvédésre, ő mehet? Abszolút, hát ma nagyon vicces egyébként, hogy ma kaptam a kollégát egy ilyen mókás továbbított e-mailt, hogy két nyugdíjas vadászpilóta is jelentkezett. Tényleg? Ami jó lenne. Hát egyébként gondolkodtunk azon, hogy az ideális mondjuk gyakorlóterep lenne a mélységi felderítőknek, mesterlövészeknek, mert azt kell csinálni, egy hétig mozdulatlanul feküdni, és mondjuk zacskóba hát rétézni.
De itt az őröknek nem kell ennyire szélsőségesen, de aki akarja, az kommandózhat. Figyelj, de felkészítették az ártatlan lelkes amatőröket, hogy mi a természetes? Még nem eltűnne a madár két órára, én annyira nem izgatnám magam, hogy meg sem mozdulnék, de lehet, hogy a madár közben rég halott, mert fél óránként visszajár a fészkére. Tehát ezt honnan tudjuk, hogy mi a természetes? Hát azért fél óránként nem jár vissza a fészkére, ezt elmondják a kollégák, és nagyon gyorsan rá lehet egyébként érezni a madaraknak a ritmusára, és gyorsan kiderül, hogy valami természetlenes, tehát még a kidől a fa, az elég feltűnő. Azt mondjuk, akkor azért viszonylag megcsörgetnek benneteket, igen. Igen, akkor szólnak az őr kollégáknak, és akkor be tudunk avatkozni. Hány tojást tojik egy ilyen madár? Mennyit kell ott számon tartani, vagy fejben tartani, vagy körülbelül mire kell figyelni, mennyit kotlik? A hegyvidéki területeken két tojás, de a síkvidékeken, ahol jobbak az életkörülmények, egyre gyakoribb a három tojásos fészek, és a fel is nevelt híre. Figyelj, a járos nagyon pánikba esik, hogy a madár nem jön vissza, és két óra után kicsit elmegy ott, rátelepedik a tojásokra, az nem baj, tehát ezek benne vannak, nem? Ezzel nagyon nem tud ártani, a kicsit melegít. Hát végül is nem, utána haza is viheti a tojás is felnevetni, hogy rákoporod meg ember a fényt. Én imádnám, ha onnan elmenjek, de hát ugye sajnos tényleg ennek reális értelme van, két vagy három éve volt ugye, hogy kiraboltak három fiókát a fészekből, ugyanis ezeket illegális madárgyűjteményekbe elég jó pénzre el lehet adni. Aha, tehát akkor idegenben, hát akkor Jani, hát azért ez akkor a te telepen, hát itt akkor lehet, hogy lenne egy kis testi dulakodás, verekedés, hát hogy jönnének azok, akik el akarják vinni a tojásokat. Viszont csak hideg fegyverrel dolgoznék, csendben, halkan, gyorsan. Az, igen, hátulról kúszva, igen, ahogy ezt. Milyen messziről kell figyelni a madarat egyébként? Hát egy olyan 1 kilométeres távolságot tartunk, ugyanis főleg a költési időszak elején, tehát a kotlás kezdetén az első néhány hétben rendkívül érzékenyek a madarak. Ha valaki néhány száz méterre megközelíti a fészket úgy, hogy nem autóval, hanem ott bóklászik, akkor az szinte biztos, hogy a fészek tönkremenetre. Ugye engem ez a dolog érdekel, lehet ott közben alternatív programokat szervezni? Tehát ott kotlik a madár, néha ránézik, hogy a vadászom egy kicsit közben, vagy íjászat verseny, tehát valami, ami nem fekszem hasonló, és bámulok egy fészket egy hétig, mert ez nem haladja meg az inger küszöböt, de hogy vadozna egy ott. Kimegyek, lovagolok egy gyert. Váltásba dolgoznak ott az őrök, és ez azt jelenti, hogy én magam is őriztem 80-as években Kerecsen fészket a Bükkben. Ez azt jelenti, hogy eldöntik egymást között az őrök, hogy egy vagy két órát vagy többet akarnak ott tölteni. Ugye gyakorlatilag azt lehet, hogy a táborhelyről nézik a madarakat, tehát ilyen szempontból ez egy mintha kádból néznénk a valami tévéközvetítést, és közben természetesen lehet egyebeket is csinálni, lehet tanulni, még tudom én diplomamunkát írni, tehát kirándulgatni. Becsatlakozni illegális fakitermeléshez, besegíteni mindent, ami hasznos. Persze, csak mestil fűrészre, mert ugye az zajok, és mondjuk, ez azért lényegesen könnyebb feladat, mint amit te csináltál a 80-as években, mert érted, amikor ha a Szerecsenek fellázadnak, érted, akkor... és őrizni őket. Van valami titkos nyelv, amit meg kell tanulni, tehát hogy a sas előtt... A Kerecsen nyelvet jó helyen. Tehát a sas előtt ne bukj le, érted? Ha megkérdezi, hogy ki vagy. Ha bármi gondol, akkor ugye több nyelven a help, hírfe, upomocs, bármilyen kérdezik használni. Nincs semmi extra. Igazán, amit kérünk a megfigyelőktől, hogy az őrnaplóban folyamatosan jegyezzék a madarak viselkedését. Ezt azért el kell mondani, hogy amire az önkéntesek itt lehetőséget kapnak, ezt a főállású MMS alkalmazottak, tehát a projekt vezető kutatója sem tudja megcsinálni, hogy egy hétig ott van a fészeknél és megfigyelje a madarakat. Tehát nagyon sokan vagyunk az MMS-nél, aki bárki fél karját odaadná, hogy legyen 5 napja így, hogy a madarakat tudja megfigyelni. Mi is odaadjuk a Jani fél karját. Mi meg ilyen könnyen humorizálunk ezzel, közben milyen nemes feladat ez. Igen. Lesz-e olyan webkamera, ami magát a fészket mutatja? Mert hogy Jani megtalálta az etetőhelyet, de a három varjunk kívül senki nem szállt még oda. Igen, hát tavaly is volt egy ilyen kameránk, csak ugye nem olvassák a madarak a szakirodalmat, és nem abba költöztek, de aztán elképesztően érdekes jeleneteket vett fel ez az idézőjelben üres fészekben is a kamera. Hát ezekben a napokban fog eldőlni, hogy a bekamerázott fészekben lesz-e költés. Ugye ezt tudni kell, ugye említettem, hogy nagyon érzékenyek a madarak a költési időszaknak, különösen az elején. Ez nem úgy megy, hogy az ember látja, hogy a madarak melyik fészket tartoznak, és akkor fölrongyolunk és kihelyezünk kamerát. Ez elég nehézkes dolog ez így. Azt csináltuk, hogy az elmúlt években legtöbbet használt fészekhez raktunk ki kamerát, és hát most ilyenkor lehet izgulni, hogy abba költözzenek bele a madarak. De hogyha sikerül, akkor jó, mert akkor sastexet is lehet figyelni. Figyelj, hogyha megígérem, hogy tényleg nagyon csendben leszek, meg óvatos, akkor nem lehetne egy nagyon picit közelebb hozni a fészket, mert kb. 10 méterig vagyok pontos dobócsillaggal.
Hát lehet, csak ugye 10 méter magasan is van, tehát itt azért már egy kis matekintet is bele kell nyomni, meg ugye ágak között a dobócsillag annyira nem hatékony. De egyébként tényleg, hogyha itt nagyon unjátok már majd a irodai munkát, tehát bent a stúdiót, akkor akár szívesen fogadunk benneteket onnan egy bejelentkezést. Nem, biztos. Tehát, budi van, vagy ez ilyen szabadban? Jó, nagyon-nagyon-nagyon jól mondod, budi van, igen. Egy 8 kilométerrel a helyben? Nem, hát nyilván nem a sátorban és nem is a konyha mellett, lehet, hogy menni kell 10-12 méter, de legyártattuk a budit, úgyhogy azt is élvezheti, aki... Nagyon jó. Figyelj, itt minden van gyakorlatilag. Ez nagyon felszerel dolog ez. Nagyon. Tehát ez a te tereped lesz, János. Én abszolút, de azt gondolom, hogy titeket is be tudnálak vonni, mert akkor tudnánk már portyázni is. Hármasban azért mégiscsak már egy raj lennénk. Lehet biciklit is hozni, lehet szobabiciklit is hozni, mert kis helyen lehet vele sokat kilódni, tehát... Körbeportyáznánk a terepet, az esetleges lapsiszokra már még akció előtt rágyújtanánk a csőszkunyhot. Hát minden, figyelj, ezeknek a madaraknak semmi bajuk nem lenne, ha mi radikális természetvédők ott. Az biztos. Engem nem vihetsz, mert ha én tojást látok, az rántotta. Ja, igen, mondjuk Feri. Az a baj, hogy a Feri meglát egy tojást, azt megeszi. Igen. Na jó, oké, köszönjük szépen. Jó munkát nektek, köszi, hogy elmondtad, Zoli. Köszönöm szépen a lehetőséget, nektek is jó munkát. Ciao, Orbán Zoltánnak köszönjük szépen, a Madártani Egyesület sajtósának köszönjük szépen. Akit konkrétan érdekelne még, és ki szeretne minket golyozni ebből a jó kis melóból, akkor az www.mme.hu itt tájékozódjon. Igen. Na jó, helyesek. Egy éjszakára elmehetnénk. Az, hogy áprilisban még hideg van, de egy újabb terv van, egyből semmi nem lesz. Igen, egy soha szárba nem szökkent terv, amit nem csinálunk meg, de egyébként egy éjszak az erdőben az nagy bajcsak. Ha hárman megyünk ki, és mondjuk adott esetben nem viszünk magunkkal hálózsákot, akkor is tudunk, mit tudom én, egy ilyen órás váltásba szendvicselni. Egyszer én vagyok középen, ti vagytok két szélen. Hát én meghúzom magam a Feri hasonlatot. Figyelj, mi lefekszünk a földre, a Feri ránk terült egy jótékony paplamiót, szerintem meg vagyunk egyébként. Csak ki vigyáz a Ferire? Há, ugye? Na, hát ugye? Ha ellopnak rólatok engem. Mondjuk, hogyha ő túljas kesztyűt hoz magával a Feri, akkor én elférek a hüvelykújban, mint az öreg hangja. Neked az hálózsák nem De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Egy japán harcosról jelent meg az interneten egy cikk, már több is egyébként. Az ő történetéről érdemes néhány mondatot beszélni, mert a Pali egész egyszerűen zseniális. Ő ugye hát tulajdonképpen arról lehet ismerni, hogy a világháború után, a második világháború után még 29 évig harcolt. Ő egy japán katona, és hát... Igazából már tényleg a világon nem volt olyan ember, aki ne tudta volna, hogy vége a világháborúnak, ő a második világháború után még harcolt. Ő is tudta, mert ő elmondták is tudta, neki, de nem csak hitte. Onoda Hiro-ról van szó, így hívják ezt az embert, Onoda Hiro, és hát talán a leghíresebb japán katona, aki a második világháború, amikor véget ért, és tényleg hát a japánokkal ugye letetették a fegyvert, ő egész egyszerűen erre nem volt hajlandó. Igen. Nem tette le a fegyvert. Nem vett tudomást a hármas sípszóról a meccs végén, ő még a hosszabbítás után is egy darabig még. Figyeltek már, az a 70-es évek közepe. Bizony. Igen. A 70-es évek közepe. A történet egyébként szenzációs, tényleg érdemes róla néhány mondatot beszél, mert döbbenet, hogy milyen életutak, meg milyen sorsok vannak. A kis drága Onodát, a japán hadsereg hadnagya volt egyébként, aha, tehát az nem akármi, ugye a második világháborúban. 1944. december 17-én kitették a Fülöp-szigetekhez tartozó Lubang-szigeten, és elmondták neki, hogy ő itt kap egy kémelhárító kiképzést. Uh-huh. Megfogták, kiképezték, megkapta, és az volt a feladata, hogy az amerikai partraszállás esetén szervezze meg a gerilla hadviselést, tehát a partraszállók és a megszállók elleni hadviselést kellett neki megszervezni. Ez volt a feladata. Ez 44. december 17-én indult ez a küldetés. Igen, az a kis diverzáns akció szervező volt ő. Hát ennek minden unalmas és kevésbé unalmas ódiumával. Persze, őrszemek torkát elvágni, felrobbantani katonai létesítményeket, utánpótlási vonalakat, stb. Döbbenet. Őt kitették, és a következőt mondták neki állítólag. De a Pali tényleg 30 évig ezt csinálta. Semmi esetre sem vethet véget az életének önkezével. Tehát nem lehet öngyilkosság. Lehet, hogy 3 évig, lehet, hogy 5 évig tart majd, de visszajövünk magáért. Ugye ez volt a kulcsmondat, amit nem kellett volna elmondani. Lehet, hogy visszajövünk magáért. Itt volt a hiba, mert hogy ez rögzül. Addig is, amíg akár egy katonája is marad, vezesse az embereit. Mondták neki,
És akkor elmondták, hogy mi várhat rá, lehet, hogy kókuszdíjon kell élnie, idézi a cikk. Ha ez a helyzet, éljen, hát kókuszdíjon. Tehát mindenre felkészítettek. Semmilyen körülmények között nem dobhatja el az életét. 22 éves volt, és Onoda úgy döntött, hogy engedelmeskedik. 45 februárjában az amerikaiak elfoglalták a szigetet, a megmaradt japán katonák néhány fős csoportokban pedig hát bevetették magukat az esőerdőbe. És itt indult az ő harca. Igen. Illetve itt folytatódott. Itt folytatódott az ő harca. Három társával maradt már csak összesen. Az egysége, mert hogy ugye ő volt is még három társa, rizsen, kókuszdíjon és banánon érdekelt. Időnként pedig helyi falvakon rajta ütve, egy-egy tehenet elkötve jutottak táplálékhoz, jutottak húshoz, írja az internetes hírportál egyébként. Amikor ugye 1963-ban kirohan valaki az erdőből másodmagával, érted, és elviszi a tehenet. Teljes menetfelszerelés, mert közben ugye véget ért a háború, a történet szenzációs, Onodáik viszont erről nem tudtak. Tehát nekik senki nem mondta. Aztán néhány hónappal később találtak egy üzenetet, amely közölte velük a hírt, kérve őket, hogy jöjjenek le a hegyről, mert hogy vége a háborúnak. Onoda összebeszélt a társaival, és azt mondta, a levél hamisítvány. Meg egy csesztés. Imádom, én őt imádom. Hazudnak. Hazudnak. Így akarnak lehozni minket a hegyről. Hamisítványnak minősítették a hírt, ahogy a később talált röplapokat is, ugye hát ezt te szereted, ez a te kedvenc témakörőd a második világháború, de hogy röplapoztak, ugye, leszórtak rengeteg helyen röplapot, hogy vége a háborúnak, letettétek a fegyvert, adjátok meg magatokat, hogy az ilyen, hát mindenféle ilyen diverzáns csoportokat ugye ott lefegyverezzék. Ugye igen. Ez volt, az amerikaiak csinálták, ez egy bevett módszer volt, tényleg higgyék el, hogy vége a háborúnak. Ezt csinálták, igen. A ledobott újságokat, rokonai kézzel írott fényképeiket, ellátott leveleket, a család amerikai propaganda művének tartották. Tehát, hogy kaptak leveleket a rokonoktól is. És azt mondták, ezek az amerikai. Megszerezték anyám igen, fényképét. Beszervezték őket is. Hazárlok, hazamegyek, lenyiszárolok mindenkit. Teltek az évek, nagyon sok év eltelt, ugye ez majdnem 30 évig ment, és a hőségtől, a párától, a patkányoktól, a rovaroktól, és a nyomokba küldött őrjáratoktól, hát szépen elkezdték felszámolni azt a nagyon komoly kis sereget, amivel voltak. Ugye elköltöttek teheneket, rizsföldeket ettek, és több tucat ártatlan embert öltek meg. Igen. Ugyanis ugye ebben az az érdekes, hogy ők megtámadtak ártatlan embereket, mert azt mondták, ők amerikai kémek. Igen. És hogy összejátszanak az ellenséggel. Ha. Tehát, hogy azért Onoda azért kicsit komolyabb arc volt annál, mint hogy egy ilyen kis fanatikus, hogy hívják, mi a Kanasuke? Igen, igen. Tehát, hogy Adulú apja. Igen, lehet, hogy egyébként Onoda volt az, aki őt így lette, de azért tény, hogy ő egy kőkemény katona volt, aki azt gondolta, hogy ez a háború, ez továbbra is folytatódik, és minden más, illetve minden más információ, ami ennek az ellenkezőt sugallja, az hazugság. Tehát amerikai turista hajókat semmisített meg, akik jöttek a Fülöp-szigetekre látogatni. Volt 49, ugye már 4 éve vége a világháborúnak, szeptemberében egy akacu közlegény, aki megelégelte a dolgot, elszokott a többiektől, és hiába küldött azonban egykori társainak üzenetet arról, hogy tényleg tegyék le a fegyvert, és hogy barátságosan fogadták, nem bántják a háborúnak vége, Onodáik neki sem hittek. Tehát az elszokott átállt, nem hittek. Újabb 4 évvel később Shimada tizedest egy őrjárattal való összetűzés során lelőtték, megmaradt egy közlekény, Kozuka és Onoda, újabb 19 évig folytatták a gerilla háborút. Kettesben. A külvilág pedig szépen lassan kezdett biztos lenni abban, hogy ők már nem élnek. Tehát ketten, 20 évvel ugye a második világháború után még mindig harcoltak. Hát ott azért már át kellett gondolni a dolgokat. Oké, akkor te leszel az előrs, én meg az utóvéd. Szentezlek. Jó. De képzeld, amikor ezek ketten ott ültek az erdőben, és azt mondta az egyik, hogy te figyelj, nem lehet, hogy tényleg vége. Nem. 23 éve vagyunk itt a dzsungelben. Már nem mennek repülők a fejed felett. Nem hallasz fegyverropogást. Nem történik semmi. Látod, hogy ilyen békésnek tűnő japán földművesek művelik a rizsföldeket. És azt mondod, hogy nem. 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 Altatnak. Altatnak. 1972-ben a helyi földművesek rizskészletét igyekeztek éppen felgyújtani. A változások kevés. Csak mondom, hogy ez 1972-ben történt, írja az internetes hírportál. A helyi földművesek rizskészletét igyekeztek felgyújtani, amikor a már 51 éves Kozukát halálos lövések érték. Tehát Onoda hadnagy egyedül maradt. De nem adta fel a harcot. De folytatta tovább a harcot. De így legalább már biztos volt abban, hogy a csapat nem fogja feladni a harcot soha, hiszen már csak egyedül alkotta a csapat.
több menet egyébként, és akkor valahogy végül a saját hadnagya szerelte le, ugye? Igen, hát az volt ugye a sztorinak a végkifejlete, vagy a végkicsengése, hogy meg kellett keresniük azt az embert, aki annak idén ezt a bizonyos parancsot adta neki, hogy ő nem teheti le a fegyvert, és ha kell akár 5-10-15 éven keresztül is, ha kell kókuszdíjon, és esővízen élve is, de neki folytatnia kell a harcot a végső győzelmig. Megkeresték az egykori parancsnokát, aki már nem is emlékezett az egészre. Már a volt katonatársára sem emlékezett. Már a háborút is épp elfelejtette. Egy könyvesboltot vezetett, és az volt a trükk, hogy ráadták az egykori egyenruháját, és oda küldték a dzsungelbe. És neki aztán hajlandó volt onoda letenni a fegyvert. És hogy megy, hogy bemész a dzsungelbe egy régi katonai egyenruhába, amit rá, onoda! Onoda! És én szólogatod onodát? Vagy hogy találod meg? Érted? Hát ez nyilván nem akar... Ne felejtsük el a First Blood című filmet Sylvester Stallone főszereplésével, ugye a Rambo első részéről van szó, ahol szintén ugyanez a szituáció volt, hogy ugye csak az egykori parancsnokának engedelmeskedett. És tette le a fegyvert. Úgyhogy hát ez egy érdekes történet. Annak idején egyébként a második világháború végén rengeteg olyan japán katona volt, aki csak azért tette le a fegyvert, mert hogy a császár, az Isten, az isteni császár, ugye a japán császárnak isteni származása van, a világ legrégebbi uralkodóházáról beszélünk egyébként, amikor ő megszólalt a rádióban, és azt mondta, hogy vége a háborúnak, tegyétek le a fegyvert. Akkor megadták magukat, igen. De képzeld a palit, aki elmondta, hogy figyelj, van egy katona, 30 éve mindenkit lelő, aki a közelébe megy. Falvakban 100-nál több embert ölt már meg ártatlan. A múlt héten két rizsföldet gyújtott. Földütött később. Föl kéne menni hozzá, és meg kéne győzni arról, hogy 30 éve vége van a világháborúnak. Mit szólnál hozzá, ha mondjuk te lennél, azt hiszem, te vagy a parancsnoka. Ott állsz valami félhülyével szemben, ráadták a régi katonai egyenruhádat, kaptál egy szamuráj kardot, fölrakták az összes nem tudom plesinet, és nekiindítottak a dzsungelnek, hogy induljál, keresd meg onodát, ugye nyilván mentek azért vele többen, és próbáld meggyőzni, hogy tegye le a fegyvert. Azért az se egy életbiztosítás. Próbálj meg 30 év után onodával tárgyalni, nem? Onoda mit csinált egyedül? Semmi, beszélgetett a növényekkel. Szenzációs. Ez az igazi. Karban tartotta a felszerelését. Honnan volt lőszere például? Az már a vége felé már nagyon kevés volt neki, sőt el is fogyott, de hát ő idegfegyverekkel is elég jól bánt. Nyilván a helyi parasztok is marhára unták, hogy állandóan felgyújtják a rizsföldjüket, meg hogy időnként ellopják a marháikat. Időről időre ment körbe egy autó megafonnal a tetején, és befele az erdő felé sugározták az adásukat, és mondták, hogy hát adják már magunkat, mert a háborúnak már édes tovább 13 éve vége van, hogy legyenek olyan kedvesek, hagyják már békén a helyi parasztokat, mert ők semmi más nem csinálnak, csak szeretnének rizst termelni, meg állatokat tartani. Én imádom onodát, nagyon nagy. Aztán később ilyen csapatépítő tréningeket tartottam úgy az emberke, és hosszú időn keresztül nagyon komoly megbecsülésnek örvendett. Az volt a szerencséje, hogy ténylegesen őt úgy kezelték, mint egy katonát, és aha, nem pedig egy háborús bűnöst. Na jó, hát szenzációs történet. Ez egyszerűen imádom. Ez itt a Best of Morning Show. Vendégeink vannak, olyan vendégek, akik már jártak nálunk, és nagyon szeretünk velük beszélgetni, mert mi is járjuk ugyan a világot, Kaposvár, Debrecen, Szekszárd, Aranyháromszögben, de ők mindig egy kicsit messzebbre mennek, és hát olyan élményekkel jönnek haza, ami számunkra egy teljesen új és ismeretlen világot mutat be. Lantai Csont Gergő, hello Gergő, jó reggelt, és Szilas Ildikó, a vendégünk, hello. Sziasztok, jó reggelt. Bár voltatok nálunk, ugye a National Geographicnak fotózol. Igen. Ezt a témát most ti találtátok újra, vagy ajánlották? Hogy találtatok erre, amit fotóztatok? Általában mi keressük a témákat, hát Afrika lényegében egy kimeríthetetlen tárházza az élményeknek, az érdekes, exotikus kultúráknak, úgyhogy nem annyira nehéz témát találni. Most Gánában, Burkina Fasóban jártunk, ebben a két nyugat-afrikai országban, és hát itt is mi előtte indultunk, mert tudtuk, hogy nagyjából mire számíthatunk. Érdekes vallási jelenségek, fetisizmus, a szellemekben való hit, animizmus, különböző turisztikai lehetőségek. A leosztás az úgy, hogy Gergő fotóz, ugye te pedig Afrika kutató vagy, ha jól mondom, vagy keresed a témát, megtalálod, ismered Afrikát, csak egy jó páros vagytok itt ketten, igen, ugye? Én szakmailag nem vagyok annyira felkészült abban, hogy mit fogunk látni, mit fogunk tapasztalni. Így belerobbanok az élménybe, megörökítem a pillanatot, Ildikó pedig nagyon profin leszervezi, szakmai ismereteket mögé rakja. Jó, kezdjük a boszorkányokkal, ugye fotóztál boszorkányokat is? Igen, igen, igen. Boszorkányok Afrikában, ennek próbáltál egy ilyen fotóriporton belül utána járni. Gánában van 6 olyan falu, ahova csoportosítják a boszorkányokat, és ahol a boszorkányok védelmet lelnek a szülőfalujukban ért különböző atrocitásoktól. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van egy falu,
amiben teljesen átlagos emberek van, laknak, és a falunak egy vizuálisan is jól elszeparált része az a rész, ahol a boszorkányok laknak. Hát építészetileg is más jellegűek voltak kicsit az ingatlanok. Tehát, hogy lehetett látni, hogy ez egy elkülönített rész, itt ez egy kicsit eltér a többitől, és ott laktak a boszorkányok, egy-egy portába 3-4 kis kör alakú portába 3-4 kis ház, benne boszorkányok, és gyakorlatilag hát ők nagyon rossz körülmények között élő idős asszonyok, tehát hogyha én nem tudnám, hogy ők boszorkányok, akkor nem találtam volna ki, hogy ők boszorkányok. Ők tették ott a mindennapi dolgaikat. De kiközösítettek tulajdonképpen. Ez a lelki állapotukon ez látszik? Tehát, hogy ők megzuhant, depressziós olyan emberek, akiken látszik az, hogy őket kiközösítették, és hogy nem tölthetik az idejüket mondjuk a családjukkal? Én nem tudom, általánosabban boldog arcokat nem nagyon láttam ebben a faluban. Te hogy tapasztaltad? És azért is nem úgymond egy ilyen zárt börtönről van szó, mert haza nem mehetnek. Tehát ott legalább biztonságban vannak, egy viszonylagos nyugalomban, békében élnek, vannak bizony segélyszervezetek, akik néha adnak nekik ruhákat, rist, van egy kis, kaptak egy kis földterületet, amit ők ott művelhetnek, úgyhogy visszaút már nincsen, tehát a gyökereiktől elszabadultak, úgyhogy ebben az új faluban, új közösségben az asszonytársaik között, a kiközösített nők közösségen próbálják. És van, akit meg is ölnek például? Hogyha hazamennek, akkor érhetik őket atrocitásokat, meséltek történeteket, hogy volt, aki hazalátogatott egy esküvőre, egy eseményre, és akkor már nem tért vissza, mert hát ő otthon nagyon-nagyon kivetik, és itt ebben a faluban. Kerülnek be, tehát többen mondták el, hogy őt tetlegesen bántalmazták, és két nap egy éjszaka futott, mert ugye híre ment ennek Kána szerte, hogy vannak éjszakon ezek a biztonságos közösségek, táborok, és azért oda menekültek lényegében. És akkor él egy nő mondjuk egy afrikai családban, ezen a környéken, egyszer csak történik valami megmagyarázhatatlan, és reggel már úgy ébredt, hogy őt boszorkánynak kiáltották ki, és onnantól kezdve kiközösítik, és vége az addigi életének? Ez általában pletykával kezdődik. Ki akarhatott rosszat, kinek volt valami problémája az elhunyta, milyen, kivel veszekedett az utolsó napokban, és akkor ő volt az ott súrlódás volt, és akkor így a pletykából... Hát ez hasonló, mint az európai boszorkánygyűlözés, csak mondjuk x-száz évvel ezelőtt történt. Picit, ugye? Tehát, hogy ők még ebbe egy kicsit, nem hallottak könyves Kálmánról. Talában elég nehezen. És igen, beszélgettünk velük, és volt valamilyen jó sztori, vagy valami... Nem, csak azért kérdezem, hogy ők boszorkánynak gondolják-e magukat, ha mindenki annyira átszellemült, vagy ők tudják, hogy nem azok, csak a társadalom hiszi el róluk, vagy hiteti el másokkal, hogy azok, vagy ők is magukat annak gondolják, igen, én boszorkány vagyok, ez történt, ez lett a sorsom. Hát ez már egy érdekes csavar, mert amikor, tehát azt mondják, hogy amikor bekerültek, mindegyik ők azt mondta, hogy igen. Hogy ő tudja magára, hogy ő boszorkány. Tehát elhitte, amit mondanak. Most már mindenki nekem azt válaszolta, hogy nem, viszont ugyanakkor azt is mondják, hogy azért sem kell körbe úgymond falazni, vagy börtönözni ezt a részt, mert direkt azért ezeknek a falvaknak még mai napig ilyen falu főnökeik, kis királyaik vannak. Azért kapták meg ezt a területet erre a célra, mert hogy ott egy olyan spirituális erő működik, ami egyébként a boszorkányt hatástalanítja. Kvázi bekerülnek ezek a boszorkánynak kikiáltott asszonyok, és automatikusan mindenfajta rítus nélkül akár megfosztják őket az erejüktől. Tehát már úgy gondolják, hogy nem azok. Igen. De egykoron elhitték ők is magukról a társadalom miatt. Van még egy érdekes dolog, amiről szintén beszélhetünk, és ezt szintén fotóztad, ugye, az aranybányák. Hogy milyen élet és micsoda kontraszt ahhoz képest, hogy az ember mondjuk mit gondol az aranyról, meg hogy az hogy kerül kitermelésre és kik csinálják, ez még egy érdekes dolog. Azt olvastam, hogy ez téged nagyon megrázott, mármint amit ott láttál. Igen, nekem az arany azért meg a gyémánt is az egyik kedvenc témám, mert hogy itt Európában a csillogás és a legjobb dolgok jutnak az embernek az eszébe, a nők barátja az a gyémánt, mint tartja a mondás, és kint viszont gyakorlatilag a legtöbb számos polgárháborúnak a kirobbantó oka az aranybányák, gyémántbányák, és hát a legbrutálisabb körülmények úgy általában, nem tudom, hogy ezzel mennyire értesz egyet, a bányák környékén csoportosulnak. Na mit láttál, vagy miért volt megrázó? Hát amikor Ildikóval egy-egy robogón oda irányítottak minket valahogy, akkor hát én azt kérdeztem Ildikótól, hogy most mi egy menekültáborban vagyunk, vagy ez az aranybánya, vagy úristen, hol is vagyunk. Tehát a melósok ellátásán nem látszik, hogy mennyi pénzt lehet kiszedni az aranyból. Hát gyakorlatilag ilyen zacskókból, különböző szövetdarabokból tákolt kis kunyhócskákban. Hány ember lehetett ott? Vagy 2000. Tehát ezért ez abból is adódik, hogy 4 évvel ezelőttig még semmi nem volt. Tehát valaki aranyat talált, akkor utána mindenki ennek hírét vette, rengetegen oda tömörültek, és ez egy átmeneti állapot. Tehát amíg van arany, vagy amíg szerencsével járnak az aranyások, addig maradott ez az átmeneti jellegű
tábor, de azt nem tudjuk, hogy ezek az emberek egyébként, akik magukról azt állítják, hogy pénzhez jutnak, mondjuk otthon, a szülőfalujukba, vagy akár külföldön, mert Gánából, más országokból is érkeztek oda aranyások, mondjuk milyen palotákat vagy házakat húznak fel. De mi csak azt láttuk, hogy ezek az emberek ott szörnyű körülmények között élnek, egy átmeneti jellegű, tényleg ilyen menekült tábor-szerű helyen. És milyen módszerekkel bányászik ki? Két módszert láttunk. Volt egyrészt a felszíni fejtés, amikor a család gyakorlatilag minden tagja, a legkisebbtől a legidősebbig a földet átmossa, és ilyen szöveteken próbálja belőle az aranyat kiszűrni, azt higannyal így össze, egy tömb, egy kis így összevonzani, és akkor azt leadják a bánya vezetőjének. A hihetetlen egészséges higannyal, ugye? Igen. Hát elképesztő. Tehát, hogy ott milyen körülmények vannak abból a szempontból, hogy por, mocsok, higany, nehézfémek, minden szemét össze-vissza, illetve egy másik technológiával is találkoztunk, hogy egy ilyen 40-50 méter mély lyukakba másztak le a férfiak. Ezek a lyukak még egyébként nem is voltak jól kitámasztva fákkal, csak így ilyen ásott lyukak, és akkor dinamittal lent robbantottak. És így remegett a föld alattunk, egy nagyon félelmetes és furcsa érzés volt, és győzködött őket, hagyd menjek le velük egy... Meggyőzködtem kell, hogy ne menj le. És gyerekek is vannak? A bányában voltak egyébként. Hány évesen? Hát ilyenkor ugye a teljes család részt vesz a munka folyamatban. Tehát akár 3-4 éves gyerekek is már mennek le dolgozni. Van erről fénykép is. Hát ők inkább szertepert élnek a szülők körül, és akkor egy jó érzési ember azt mondja az anyának, hogy de hát miért nem viszed valahova, tehát miért kell ezt a posztmocskot, stb. Ezt a hangzavart ennek a gyereknek egész nap hallgatni, és akkor azt mondja az anya, de kihez vigyem, hova vigyem. Hát ha így dolgozom, akkor itt kell, hogy legyen velem a gyerekem. Ők engedik, hogy ti ezt fotózzátok, vagy ez egy hosszú szervezés? Tehát ők nem is azt mondom, hogy büszkék erre, de nekik ez egy teljesen természetes állapot, hogy igen, nálunk így dolgoznak, dolgoztatunk, kvázi tulajdonképpen rabszolgamunkában termeljük ki az aranyat, vagy ha meglátják, hogy fényképező lóg a nyakadba, akkor azért érzékenyen felsziszennek. Hát le kell mindent szervezni előre, ezt egy nagyon-nagyon szimpatikus és aktív segítőnk volt helyszínen, aki leszervezte. Hát az a baj, hogy kértek tőlünk nyilván pénzt, amit a bánya vezetőjének adtunk. Tehát még csak nem is azoknak, akiket... De mindig ugye, akikről készítünk képet, azért igyekszünk nekik is adni valamit, és hát azért így. De ott ez egy természetes állapot, hogy így termelik? Tehát azt mondják, hogy igen, fotóz le, ez van, hát mi így termeljük az aranyat, vagy azért tudják ők is, hogy tulajdonképpen rabszolga munkában dolgoztatnak. Ők ehhez vannak szokva, én azt gondolom. Tehát ez egy természetes dolog. Tehát ők nem tudják. És egyébként itt Burkina Fasóban jártunk ebben a Kolló aranybányában. Itt én azt gondolom, hogy viszonylag könnyen lehetett fotózni, de például Gánában is érdekelt volna bennünket ez a jelenség. Ott úgy hívják az illegális aranybányászokat, hogy Galamsik, és oda például nem mehettünk volna, olyan kockázati tényezőt akart volna. Csak az, ha egy valamit mondanék, egy héttel az indulásunk előtt a gánai hadsereg fegyveres konfliktusba keveredett például ezekkel az illegális aranybányászokkal, mert a illegális aranybányászok a legális aranybányákkal összeértek a föld alatt, és egy ilyen kis belharc alakult például ki. Találkoztak, összeástak, vagy hogy igen? Szinte, tehát már olyan közel. Igen. De tényleg, mekkora kontraszt, hogy amit itt mondjuk Európában nem, vagy Amerikában, vagy bárhol az arany, vagy a gyémánt jelent, nem? A gazdagság, a valahova tartozás. Hát ugye? És közben hogy jut el? A bányászok élete még itt is nehéz, de egyébként látva azokat a képeket, amik már fönn vannak a Facebookon, ott megnézhettek egy ilyen kisebb összeállítást Gergő fantasztikus képeiből, ott látszik, hogy milyen körülmények között dolgoztak. Tehát az gyakorlatilag az szinte ilyen a vaskorszak szintje. Ilyen primitív eszközökkel, lukakban állnak nyakig, és hát gyakorlatilag olyan, mint az egész, mint egy szeméttelep. Én meg is kérdeztem, hogy ez egy meddőhányó? Nem. Azt mondta, hogy nem, ez maga a bánya. A tényleg megdöbentő egyébként. A National Geographic dönthet még úgy a fotózás után, hogy mondjuk nem hozza le? Természetesen. Tehát, igen, tehát mi leadjuk nekik az anyagokat, a témajavaslatokat, és ez egy nagyon szigorú mérlegelési folyamaton megy át. Először is a magyar szerkesztőség eldönti, hogy ez megfelel a minőségnek. Ha nekik megfelel, még akkor is ki kell küldjék Washingtonba, tehát az amerikai szerkesztőségnek ott visszadobhatják, hogy ez nem üti meg. De az a lényeg, hogy nagyon magas minőségkontroll van, különben hát ez az egész lapnak az értéke, hogy vizuálisan nagyon szép. Gyógyítókkal, sámánokkal?
olyanokkal is találkoztatok? Hú, rengeteget, és ez nagyon izgalmas volt, mert nekem is így jó pár év után, hogy most itt tényleg többször térdig jártunk az áldozati csirkevérben, úgy, ahogy mondom, tehát főleg Burkina Fasóban a hagyományos orvoslás, vallás az nagyon erős, és ezek ilyen fétis varázslók lényegében, ilyen oltár szobákat képzeljétek el, ahol rengeteg fétis szobor egymásra van halmozva, és akkor kérdeztük például az egyik jóst, egy idős embert, akinek egyébként 70 gyermeke van, mindegyiknek tudta a születési dátumát. Papa termékeny volt. Próbára tettük a papát, hogy akkor sorolja föl, ki mikor született. Van az a 70 gyerek, valami 8-tól, vagy 10-től. Igen, hát meg az úgyse rossz azért. Há. Igen, azt arabonként. Nem jövök még el oda se a gazdák, hogy okosan. Nem egyszerre van neki 8. Igen, egyszerre 8. A feleségnek a kunyhójában van ez a nagy oltárszoba, és akkor kértük, hogy hát meséljen többet ezekről a fétis szobrokról, amik egyébként így föl voltak halmozva, és tehát ott volt a csirkevér rajtuk, meg a csirketor rajtuk, meg tehát nagyon bizarr volt az egész, még egy élő macska is ott volt a fétis szobrok között, és akkor mondta, hogy hát ez a nagy, itt a nagypapámnak a halotti szelleme, ez a kisebb, ez itt az édesanyám lelkét akarja, tehát hogy a halottaknak a lelkét úgymond egy ilyen fétis szoborba, egy rítussal úgymond beviszik, és ott őrzik, megkérdezik. És ha valaki például belehal a kezelésbe, akkor kétségbe vonják az erejét, vagy azt mondják, hogy hát ennek akkor így kellett lennie, a mi sámánunk a legjobb sámán, tehát ha mondjuk félrekezel valakit. Ez a típusú fétis inkább, vagy fétis varázsló úgymond, inkább problémás helyzeteket kezel, ki, jó, hogyha XY, nem tudom melyik lányt veszi el a faluból. Ja, hogy inkább nem vagyok terméketlen, nem születik gyerekem, csinálj valamit, hogy születhessen, stb. Neked nem volt valami bajod, amit kikezeltek egy csirkelábbal? De volt. És jól vagy? Nagyon jól érzem most már magam, mert hogy sikerült mindent beszereznem, amit mondtak, hogy szerezzek be. Tehát az én spirittel valami rossz akaró szellem adott nekem egy betegséget, amit a következőképpen kellene kezelnem. Piros-fekete fonallal, 8 seprűgallal, egy fehér denevérrel, tetszőleges színű macskával és kutyával, kaméleonnal, tevefarokkal, egy tárgyal bármelyik folyóból, bogarakkal, egy használt ruhadarabbal, fekete vászonnal, szóval földet kell szereznem. Ezeket kéne mégis igaz. Sikaká! Létezik a fehér denevér. Mondja, hogy a legdurvább, hogy vannak olyan piacok, ahol ezek a dolgok mind megtalálhatóak. Aha. Tehát az oroszlánnak a bele, a levágott macskafej, minden, egy fétis piac tele van. Tehát így több száz van ezekből a dolgokból, ledarált kaméleon, madarak, tehát borzasztó látvány. És ilyen piacokon is jártunk, ez kész katasztrófa volt számomra. Kíváncsi vagyok arra, mit adnának, hogy nem tudsz első osztályra jegyet venni, csak mindig másodosztályra, hogy arra mit kapnál, két békát, egy levelüket, még egy csirkefejet. Ha ezt megcsinálod, nem késed le az Intercity-t, mint ahogy ez a múlt héten megtörtént. Azt mondják, hogy figyeljetek ide, hogyha évszázadon keresztül és ez az őseinek is bevált, akkor mi most miért menjünk el a gyógyszertárba, ahol egy pénzért, tehát drágán tudunk gyógyszerhez jutni, és mi nem is feltétlenül hiszünk abban, hogy ez gyógyít, illetve azok a silány minőségű gyógyszerek, amik Afrikába bejutnak Indiából, innen-onnan, nem is olyan dózisú ellenanyagot tartalmaznak. Tehát ilyen szempontból ez nem, hogy azt mondták állják, hogy nem, hogy él, hanem virágzik és erősödik a hagyományos orvoslásnak a tisztelete, használata. Mi ott voltunk az ugadugui fétispiacon, és nem kellett megrendeznünk jelenetet, tehát ott állt a Gergőjén kamerával, ő fotómasinával, és jöttek az emberek. Én 10 deka oroszlánbelet szeretnék, én ráját szeretnék, én 2 darab szárított kaméleont szeretnék, és ezeket hazavitték, és használták a mindennapi gyakorlatilag. És a gyógyulási arányokra azért kíváncsi lennék, nem? A gyógyulási százalék, van ebben nyilván egyfajta placebo hatás, hogy attól is el tud múlni tényleg, ha két gyík farkat bedaráz. Csak azon be. Ugye? Tehát nyilván leginkább. De hát az a szemefarok nem sokat segít a gyomorra. De kimész egy ilyen piacra, és van egy kósza migrénet, hamar elmúlik, nem? Tehát, hogy átgondolod, hogy nem is fáj annyira. Vagy még nagyobb lesz. Nem, szóval egyébként a viccet félretéve, szóval nagyon sok védett állat van ott ledarálva, feldarálva, fellógatva. Tehát ennek azért nagyon komoly hatásai vannak. Igen, a fehér denevérek nem biztos, hogy annyira örülnek, hogy minden második receptben benne vannak. Igen. Nézd, tesóm, ma este megyek. Igen, vessét gyógyítani. Tudjátok már, hogy hova mentek legközelebb, vagy mi a következő? Még mindig Afrika? Mi maradunk egyébként Afrikánál, Ildikónak lesz egy-két kongói útja, és én meg végig fogok menni egy hosszabb úton terepjáróval Afrikán. Hát annyira sokan kezdték nekünk mondani, hogy ne csak mikor lehet már csatlakozni hozzánk, ne csak beszéljünk, meg írjunk róla, hogy én elkezdtem utazásokat is szervezni ilyen a legmeredegebb kalandoloknak
ilyen exkluzív utakat is szervezek. Utak, ilyen kalandutak így be a dzsumbúj közepébe. Olyan helyekre, ahova az egész világon senki másra nem lehet elutatni. És miattad fognak, Gergő, becsukni a szoláriumok? Gyakorlatilag a tényleg barnulni így lehet. Így van, így van. Ha valamit nem vesznek át a National Geographic-nál, azt azért nem veszik át, mert azt mondják, hogy nézd meg, milyen színe van a rohadt nevet. És te hova mész, hogy mi mész keresztül egy terepjáróval? Én Egyiptomtól leszeretnék jutni Kongóig, 10-valahány afrikai országon át fél év alatt. És ott ami jön, tehát hogy téma függetlenül, amit látsz, azt fotózod? Hát azért ezt nagyon komolyan szervezzük én már január óta. Most fogalmaztunk úgy, hogy kicsit humán erőforrás problémákba ütköztem, de a szervezés az folyamatban van, és gőzerővel csináljuk. Szóval lesznek izgalmas dolgok, Ildikó a belső Kongóba, én pedig még keresztül Afrikán egy terepjáról. Gyerekek, egy kitelepülést megérne. Mehetnénk. Nem? Gyertek. Egy ilyen fétis piac azért nem fölállítjuk a kis üvegstúdiónkat. Azért az érdekes lenne. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Én nem tudom, mi van, hogy mindig azt mondják, hogy az idei év mindig rosszabb, mint a tavalyi. Nem? Ez általában mindenre szokták mondani. De hogy ebben az évben minden rekordszámot megdöntő szúnyogban ettől megbolondulok. Ne mondja senki, hogy ugyanennyi volt tavaly, bár mindenki ezt mondja, meg tavaly előtt. Ez hogy van? Értem, hogy sok volt az eső, meg sok a belvíz. De hogy nem tudsz kimenni sehova, hogy nem tudsz úgy felkelni, hogy ne legyél szétcsípve, és egyre durvábbak ezek a szúnyogcsípések. Észrevettétek? Igen. Hogy igen, volt egy szúnyogcsípés, kicsit megcsípett, viszketett, bedagad, feldagad, viszket, nem tudsz büfed, vele mit csinálni. Vizesedik, levesedik, büfed, folyik, kifakad. Mi van? Ezek ilyen zombi szúnyogok lettek idén? Vagy mi történt? Na most ezt mindenképpen boncolgassuk, de előtte még egy azt gondolom, hogy egy szerintem egy kicsit racionális felvetéssel jönnék elő. Honnan tudják, hogy több van, mint tavaly? Számolják? Igen. Hogy? Van, ezt elárulom nektek, a világ legrosszabb állásai között szerintem benne van. Van a szúnyog csípés számláló ember. Őt a következőképpen valahová kihelyezik, kiviszik autóval, le kell vetkőznöd fürdőgatyára, és kiülsz a tópartra, és egy órán... Adjám már! Halál komolyan, ez egy, mű, ez egy OK-s. Ez egy létező OK-s képzés, azt nem tudom, de van ilyen, és azt mondják, hogy fél órán keresztül ahány csípésed van, az annyira veszélyeztetett. Hát de marhára nem mindenhez, hogyha beülsz a nádasba, akkor nyilván rommá csípnek. Vagy a strandon vagy, akkor nem annyira. De mondjuk a strandra ül, ha a strandot akarják megtudni, hogy hány szúnyog van. Biztos, hogy több van, mint idén. Teljesen egyértelmű. De az, hogy az ország bármelyik részén kimész, és rajzanak a piros lámpánál, kint, bent a szobában, tehát ennyi nem volt tavaly meg tavaly előtt. És akkor átcsípnek, és olyan nagyok, hogy feljajdulsz, és édesanyát hívod. Konkrétan jön egy... Kitipte a karom! Tehát olyan, mint ilyen repülők húznának el melletted. Észrevettétek, hogy egyre nagyobbak? Ilyen rohadt nagy, ilyen kolibriszerű kis szúnyogok vannak már, nem? Brutálisak, és nagyon sokan vannak. Ezeket miért nem írtják? Vagy most kezdődött, hát, most kezdődött az írtás? Az a baj egyébként, hogy írják, és pánikszerűen írtják, és olyan vegyi anyagokkal szerintem, amik inkább minket pusztítanak ki már lassan, mint a szúnyogokat. Hát tegnap is belefutottunk egy ilyenbe azért. Te a sztorit nem valljuk is... be őszintén. Tehát csak a sztori végére értél már oda. A következő volt, ültünk szálláshelyünknek a teraszán, ahol megjelentek a szúnyogok. Többen ugye pánikszerűen a boruk után kapták, hogy nehogy véletlenül azokat írják meg. Jött az emberünk, azt mondja, elektromos szúnyog riasztó. Ezt csinálja, elmegy. A szúnyog így vidáman rászállt, a szúnyog díjaszója kicsit hátradőlt, akkor éreztük, hogy ez kevés lesz. Mondta, hogy nem baj, hozza az illatgyertyát, az mindig bejön. Hozta az illatgyertyát, a szúnyog oda repült, elfújta, tehát az se érdekelte, majd jött az ember, amivel a Jani is találkozott már, az ipari mennyiségű és méretű szúnyogdíjasztó szerve. Konkrétan nem tudom, hogy mustárgázzal írthattak, vagy valami nagyon durva lombtalanítóval, vagy DDT-vel, nem tudom. Ott állok a recepciónál, elkezdek beszélgetni a sráccal, érdeklődöm a környéknek a nevezetességét, szépségeiről, és egyszer csak valami elkezdi marni rettenetesen a torkomat. És mondom, be ennyi múló érzés, nincsen vele semmi gond, talán egy kis torogjék, vagy ilyesmi, és akkor elkezd még jobban marni, és a végén lett egy olyan durva köhögőrohamom, hogy majdnem ott maradtam a pultnál. És a srác, mondom, kérdezem, mi ez? És akkor mondja, csak a szúnyogot írtja. Ő már immunis volt. Ő totálisan immunis volt már. Mindig meglátok egy ilyen szúnyogírtó repülőt, hogy én mindig azon gondolkozom, hogy gyerekek, ha mi azt tudnánk, hogy ők mit permeteznek rá,
hozzánk, és annak egyébként hogy és milyen engedélye van az Unióban, vagy éppen nincs engedélye, és azok milyen szerek, és mit okoznak egyébként az emberi testben, szerintem nem mernénk permetezni. Nyilván vannak egészséges szúnyogírtószerek, valamennyire egészséges, de nem vagyok abban biztos, hogy mindenhol egyébként a leginkább elfogadott és engedélyezett szúnyogírtószerekkel írtanak. Tehát az a permet, amit te a nyakadba kapsz, az szerintem rosszabb 100 000 szúnyogcsípés. Mert évről évre mutálódnak egyébként, hozzászoknak az előző évi adaghoz, és ezt egy ideig folyamatosan lehet emelni. Gondolom úgy van, hogy akkor következőben egy picit többet használnak. De eljön majd az idő, amikor ilyen lángszóros emberek fognak körbejárni szobáról szobára. Nem, idén ugye nagyon sok volt az eső, meg a csapadék, meg a belvíz, meg ezek nekik kedvezek, ugye? De hogy közben itt most már ijeszgetik az embert, hogy mindenféle ilyen olyan, nem tudom, ilyen férgeket, ugye ez a szívféreg, vagy mi, az terjesztenek, az, hogy jó. Igen, ami már ugye az emberre is káros, igen. Ez az INTS mondta, hogy nem annyira jó. Akkor viszont... Mert van ez a fonálféreg, vagy mi, ami ugye az emberi szervezetre is veszélyes lehet. Tehát már annyira nem szórakoztató, ha ilyeneket hordoznak ezek a szúnyogok. Akkor viszont Becker kollégát meg kell védenem, mert nem az alkohol miatt üvöltött fél egykor, hanem benne van a féreg, mert őt viszont imádták, és ez tök érdekes, hogy az mi múlik, hogy téged mondjuk csípnek, engem nem, és egymás mellett ülünk. Az azon múlik, hogy milyen a kipárolgása. Oh. Tehát, hogy mit tudom, ha fokhagymát eszel, egészen biztos, hogy nem jönnek. Utána olvastam egyébként, mit lehet csinálni. A legjobb, ha lepisiled. Nagyon jó. A szúnyogot? Igen, felpisilsz a szúnyogra, nem? Igen, saromba pisilsz. De láttam már szúnyogot repülni. Hol vagy szúnyog, hol vagy? És így csapatod utána, mint egy gőzborot vagy. Most lepisillek, nem? Álljátok, a csípés, aha, ha benyálazod, igen, az is nagyon jó. Ha a körmödet belenyomod, az is nagyon jó. De a legjobb, ha lepisíled. De mi van olyankor, hogyha például mondjuk jövök az esti futásban, és nagyon ki van száradva a szám, akkor benyálazzátok nekem? A szádat? Vagy ki vagyok száradva, akkor megkérhetjük így egymást? Leszünk mondjuk ilyen szinten is társak? Tehát a te testedre tovább megyünk a kollegialitáson? A te testedre az én nyálam jó hatással van el? Szerintem igen. Saját nyál. Csak Feri, a saját? Feri, veres már elé. Én a gyereken is észrevettem, hogy régen, amikor volt egy-egy szúnyogcsípés, akkor kicsit úgy vakarta fel, viszketett. Akkorára dagad neki, Mint az apjára. Ja, és oda büszke vagyok rád, Benni. Tegnap volt a szobába, üldöztetek? Egy darab volt, az hím volt. Ezeket én annyira sajnálom, semmi értelmük nincsen. Na, őnekik aztán meg végképp nincs semmi értelmük, mert ugye ők nem szívnak vért. Ők nem, mert csak a nőstények azok, amik csípnek. Ezek meg hatalmasak, de gyakorlatilag teljesen céltalanok. Nagyon rosszul mozognak, őket például a madarak sokkal könnyebben elkapják, és egyébként még vért se szívnak. Nekik nem tudom, mi az értelme. De is láttad a lába között lengedezni a hímgyilibit? Ahogy miből azonosítok? Hatalmas méretei vannak. Tehát annak nagy a fiú, kicsi a lány. Ennyi. Aha. És elragadt a töröl közömbe. Mondjuk egy nagyobb hímszúnyog téged is felkap. Ott viszi. Mint egy vércsele csap rá. Ott viszi. Ölitek? Megölitek? Vagy nem? Persze. Nem. Megfogom, dehogy és nem. Kirakom. Mi? A szúnyogon? Igen. Hagyjál már. De visszajön, a meleg van neki, de ott vissza. Vagy te, de visszajön. Vagy szól a barátainak, hogy menjetek be, mert itt van egy hülye, akit meg lehet csípni, és még ki is rak. Meg fogom kimiszem, olyan bőrkeményedések vannak a kezem, hogy nem tudja átszúrni. Aha. De miért ne csaphatnál le egy szúnyogot? Hát igazából nem jó, ha megölöd, de én akkor most karmikusan kicsit alászálltam, mert az elmúlt pár hétben azért egy picit az újjászületésem elején csúsztam. Ja, azt hittem, hogy a vérbosszú miatt mondod, hogy nem jó, hogyha megölöd. Nem feltétlen szerencsés még akár egy szúnyogot sem megölni, de imádom, amikor így alámész, fogod a párnádat, látod, hogy ott ül a plafonon, ugye? Kinézed, óvatosan elkuszol a párnádi úgy, hogy nem veszi észre, és akkor már tudod, hogy megvan. Aláállsz, fogod a párnád két szélét, és bitangerővel úgy, ahogy kell, felküldöd a párnát. Visszaesik a párna, és megjelenik a pici foltocska. Minden szállodába hagytam egy ilyen nyomot, nem túl szép, nem, katarzis azért úgy kicsit. Úgy van a párnát, hogy az egyik a szúnyogos, a másik az alvós? Nem, utána mindig bemegyek a szobába, és kicserélem a Jani párnát. Jani alszik a szúnyogos párnán, ő ezt nem tudja, én meg elhozom a tiszta párnát. És persze, fordítasz egyet rajta, és utána vidáman alszol. És ha ez nem jön be, akkor jön az, hogy aranyesőben levereted? Nem, ha nagyon sok szúnyog csípésem van, akkor felpisilek és alállok. Mint egy zuhanyban. Sugár. Minden egyes helyiségben látod azt, hogy mit és hol fogyasztottál, tehát kimész a teraszra, ott banánt evett. Az ágyon nem tudom, mit fogyasztott, szerintem egyébként az ilyen úgynevezett totyogos palacsinta lehetett, mert abból is volt még egy kis vanília sodó odaszáradva a tányérnak a szélére. Hát az volt, ugye? Na jó. Az annyira volt. Azért csak nem lehet beteg. De ez miért zavar téged? Nem, ez nem is annyira zavar. Na, ez a rész nem. Viszont az, hogy gyakorlatilag olyan érzésem van minden egyes alkalommal, amikor mellette veszek ki szobát, mintha Niagara vízesés mellett vettem volna ki egy jó kis kecót magamnak, vagy mintha egy szök
tökőkút lenne mellettem. De mire gondolsz? Hát arra, hogy vereted magad órákon át a zuhannyal. De mi a baj ezzel? Egyszerűen nem értem. Szállodába, ha turnén vagyunk, azért megy az ember, mert szeretne igénybe venni egy kényelmi szolgáltatást. Ez nem azt jelenti, hogy szemét halmazt hagyok magam után, de igen, használom az ágyat. Igen, uram, bocsá, beállok az zuhany alá, ne adj Isten, még 12 percig merek állni, és csapatok magam, illetve hát, a fókot a sarokból. De hogy minek, Jani? De figyelj, ez nem egy ez nem egy wellness szolgáltatás, ez nem arról szól, ez nem egy fürdő, egy közfürdő, hogy beülsz, és akkor ott áztatod a feszes testedet, hanem itt arról van szó, hogy beállsz a zuhany alá, szépen benedvesítod a testedet, elzárod az zuhanyt, beszapanozod magad, megnyitod a zuhanyt. Megint kezdesz felidegesíteni ezzel az elzárod zuhanyjal. Jó, más vita témával készültem ma, de akkor legyen ez, beszéljük ezt meg. Miért megy az ember szállodába? Miért kellene nekem egyébként 3 perc alatt zuhanyoznom a meleg víz alatt, ha egy szállodában vagyok, vagy akár otthon vagyok, ez nem is a szállodáról szól. A szobai zuhany az nem a wellnessnek a része. Wellnesseljél lent a medencéknél, vagy a jacuzziknál, ez nem az. De te hallgatózol, hogy én mennyi ideig zuhanyzom a másik szobában, a stopperre, hát, amiért, hogy én mennyi ideig zuhanyzom. Ez olyan dolog, hogy gyakorlatilag feltűnik az a mormogás egyrészt, másrészt pedig az, hogy ugye nekem nem marad soha meleg víz, hogyha melletted vagy, meg gyakorlatilag az egészet kipancsolod, de tovább megyek. Én megmondom őszintén, és bízom benne, hogy már van egy ilyen találmány, egy olyan elfordítható csap, ami a te kedvedért, illetve nem a te kedvedért, hanem a környezet kedvéért, meg a világ kedvéért, akiktől megvonod az édesvizet, azoknak a kedvére visszacirkuláltatják azt a vizet, amit te kipancsolsz, azt a 3,5 köbmétert, amiben csak az arcodat mosod. De most mi is újra fürödjön abban, amiben ebben nem tök mindegy. Tudod, mit csinálok? Akkor most elmondom, mit csinálok. Tudod, mit csinálok? Van 4 darab törölköző szállodában. Fogok egyet, ledobom a földre, az lesz a kilépő törölköző. Onnantól fogok egyet, abba beletörlöm az arcomat, mikor még az zuhany előtt megmostam fogsz az arcomat. Fogsz egy harmadikat, és csinálsz belőle egy turbát magadnak, hogy ne legyen vízes a haja. Fogok egy harmadikat, azzal nem csak más, mint csak körbe tekerem magam, a negyedikbe pedig megtörölközöm. Nem érdekel jelen esetben a környezet, sőt, az sem érdekel, hogy mennyi édes vizet használok el. Azért állok be a zuhany alá, mert szeretnék egy kicsit relaxálni, nem célom védeni a környezetet. De relaxálj az ágyban. Nem érdekel a zuhanyzás közben a környezet. Nem hagyom úgy a csapot, hogy éjszaka menjen fölöslegesen. A föld ivóvíz készletének a pont a felét meg tudod ezzel spórolni. Ki akar szappanos vizet inni? De nem az, ami kifolyik, érted? Ez egy logikus. Ki az, aki megissza szappanos vizet? Mi az a lefolyóba ér, addig az szappanos víz lesz. Nem mondjátok nekem, hogy Afrikában szappanos vizet szeretnek inni. Nagyon jól tudom egyébként, hogy micsoda érvek. Nagyon jól tudom, hogy biotestápolószereket használsz, mert óvod, véded a bőrödet, nem a környezetet, de ezáltal azért mégiscsak a környezetet is egy kicsit. Úgyhogy én szerintem még simán csinálnék egy jó kis zöldséglevest abból, amit te kimosdasz. Jó, akkor megvan, ha legközelebb együtt megyünk, tényleg olyanok vagyunk már, mint egy család egyébként, tehát én nem tudunk már együtt élni, akkor átkopogok nektek, ha én zuhanyozom, és akkor gyertek, ti is zuhanyozzunk hárman, álljunk, mert ott szépen leszappanozol, ott Feri ott közben mér is toppel, azért gyorsváltást, lezárjuk a zuhanyt, hát nem csináljátok Ferinél már. Ferinél konkrétan két részre kellene osztani ugye a testét, jó, és egyik csak a felső testét. Csak a felső, páratlan alsót mosom. Igen, amíg te lemosod a felső testet, abból egy évig iszik, Etiópia abból, tehát hogy az nem lenne. Jó, csináljunk egy ilyen közös zuhanyzást. Érzem, hogy erre megy ki a Feri szobájába, miért nem mész be, mikor kicsekkol? Miért mindig az én szobámba kajtatsz, érted? Miért nem mész be hozzá? Van. Ha így van, a trend is fegyelem uralkodik. De miért hagyjak rendet a szobába? Miért? Hát, kicsit, mert illik, nem jó? Nem, az, vagy nem illik? Hagyjatok békén, most kezdem felhúzni magam. Hogy gyakorlatilag minden, olyan, én nem tudom, hogy vagy azt szokta meg, hogy mindig, amikor valamit elenged, akkor abban a pillanatban azt elveszi tőle valaki. vagy konkrétan bemész a szobájába, és azt látod, hogy gyakorlatilag mintha kiesett volna, mintha abban a pillanatban, vagy minden egyes lépés után élné egy szívszélhűdés. Vagy így, aj, és kiesik a kezéből a banánhéj, a kanál, a törölköző, a hajháló. Azt is hajháló, persze, meg még miket találtál? Igen, hajháló. Mi? Hogy kiültem az erkére, élveztem a nagykanizsai napsütést tegnap délután. Uram, bocsá, elfogyasztottam egy banánt, és az asztalon hagytam a banánhéjat. Ez most bűn? Ettől most én rossz ember vagyok? Hát miért nem dobod bele a kukába? Mert elfelejtettem. Vagy miért nem gyűjtött külön, mint a Jani? Mert elfelejtettem. Minden nap eszel egy banánt a hotelekbe, és akkor pénteken van egy banános zacsi. A Jani ezt megcsinálja, tehát a hétfői banán szerintem itt van nála valahol a kocsiba, én azt hordozom. Elfelejtettem kidobni a banánhéjat. Na, most mit, komposztálja? Menjek, és akkor... Ne komposztáld, mert nincsenek olyan baktériumok, amik lebontsák a banánok a héját. Kidobtad a banánhéjat utánam?
Nem, ott hagytam. Na, Mementónak. Tudják meg, hogy itt jábsebességben látok. Egyébként menni egyszer a szobádba, komolyanom be fog menni, meg fogom nézni, hogy hogy hatszott egy szobát. Te biztos, hogy nem vagy nagyon normális. Nagyon jó a kérdés egyébként, mert mind a két szobának az ajtaját nyitva hagytam, hogy majd amikor a takarítónő oda megy, lássa a kontrasztot. És kiraktál, hogy ez az én szobám volt. Igen, és később még írtam, azért később egy kicsit, mert ráírtam egy papírra, hogy ez a Vadon Jani szobája volt, ez pedig a Sebestyén Balázsé. Nem vagy normális. Az, hogy tényleg az a része, hogy a cuccaimat keresed, az jó. Kicsit befekszel ilyenkor az ágyamba, szagolgatod a párnákat, csinálsz ilyet, hogy hú, itt vagyok. Igen, igen, nyűszögök és hozzásibítom az ágyékomat. Kezdek szorongani, amikor veletek beszélek. Menj már be egyszer tényleg a Ferihez, hagyd már az én szobámon. És te hány, na tessék, te hány perc alatt zuhanyzol? Na te is elzárod a csapot, mint olyan ilyen beteg módon matróz zuhanyzol? Nem, én a kettőtök között vagyok, de azért ez a 15 percig folyatom a vizet. Neked van gyereked, annak is lesz gyereke. Az unokád szomjan fog dögleni. Ennyi. Érted? És azt fogja mondani, hogy a nagyapám miatt! Amikor kettőtök között lakok, akkor jobbról Balázs irányából jön ez a Niagara effektus, balról meg a harákolás egész est. Szegény Jani. Kicsit tüdőbajos kezd lenni. De hogy egyébként mi miért lakunk mindig egymás mellett? Tehát a Ferit egész héten nem láttam a szállodába. Hogy te mindig hol laksz, Lanyi, azért, az első, én is. Hol laksz a 107-es, én meg a 108-as. Hogy miért vagy mindig mellettem? Miért nem mész kicsit arra? Megmondták arra egyébként a recepció, mert hogy kérted, hogy ne kell messzire menned a Shower 2-ekért. az micsoda? A kis zuhajzó sapkát, amik... Jó, tessék, hány tusfürdőt nyúltál le, hány ilyen előre? Kettőt is. Na, te meg lopod, tessék, te meg lopod az, én meg soha nem lopok, meg szállod. Te meg elviszed az ingyen mogyorót, meg elviszed a tusfürdőt. Én viszont nem lopok, érted? A tusfürdőt használja a negyedét a Jani. Ha visszatenné, azt kidobnák azt a tusfürdőt, és újat tesznek. Ő hazaviszi. Nem, abba hagyom, tényleg, én hétfőn nem jövök. Így semmiféleképpen ne gyere. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Hát, nagyon sűrűs az egy gyönyörű megölelt, asszony. Megölelt. Már nem találkoztak, mert már nem vakik ott. Igen, hát Balázs nem mondás. Nem volt ritka, nem az élet kemény, te vagy csicska. Kopaszon is így fogod gondolni? Meglátjuk. Gyújts rá, Feri! Megfotoshopoltam valit, vállalhatatlan. Ha kiállsz a határhoz, megáll a menekült hullám. Én még valaki tegnap este is ittasan ugyan a széges buliban mondtam, hogy meg tudlak menteni. Csak mond a mondatot. Nem, és Feri, nem mondta. Feri, te erre emlékszel, azt mondtad, hogy te értetted, nem? És mondom, Feri, nem tudod megmenteni. Nem tudod, mit mondasz. Hogy Jani értette. Belekezdünk akkor, gyerekek? Ja. Bele, de én azt javaslom, hogy mindenképpen csináljunk gyorsan, de tényleg egy utolsó fotót. Én szelfizni akarom. Egy utolsó fotót. Hányasra van beállítva a nullásgép? Ez nagyon fontos. Még se hányasra nincsen. A ugyanis... nullásgép az nullásra van beállítva. Ugyanis az van, hogy azt beszéltük meg a Tomival, hogy csinálunk neked különböző kis hajakat. Hogyha később elgondolkozol azon, hogy szeretnél punknak lenni, vagy Terminátor hajat szeretnél, akkor az mind lehet. Meg tudjuk ezt oldani? Hello Tamás, jó reggelt kívánunk neked, megérkezett Zsidró Tamás, jó reggelt. Jó reggelt! Csak mondom, hogy egy ablaktisztító spritzni van a kezében. Tehát piros a teteje, egy műanyag fehér flakon, amivel az ablakot tisztítjuk. Igen. Ez nagyon rá kell. Felbőgött ez. Számomra ez nagyon ismerős hang, de neked még szokni kell. Igen, de miért van az, hogy ezt a fodrászok ilyenkor ilyen kaján vigyorral az arcukon annyira élvezik? Hát nézd meg, kivirult a Tamás is. Nézd meg, látom rajta, hogy álmosan megérkezett, látod, és egész. Azért azt azért tegyük hozzá, hogy a te hajadhoz, érted, ember nem került nagyon közel. Ritkán, ugye? Nagyon ritkán. Van, igen, egy bejáratot fodrászol, ez szerintem, ez marha nagy dolog szakmailag, egy 1 centis nyírni, nem? Hát, a sima gép leszedél. De hát, én úgy készültem, hogy az legyen, hogy csinálok 3 hajat. Elérjük a végét a dolognak, tehát az a 3 centis, legyen szerintem egy terminátoros. Nagyon jó. Legyen egy punk, és utána befejezésük pedig egy olyan 3 centi. A szomorú. Milyen 3? Egyet be kell, én egyet mondtam, egy az alá nem menjünk, de egy ilyen 10-11 millimétert bevállalok. Tehát azt tartsuk. 10 és itt
Na! Ne dugdossál már kézpénzt a zsidrót a zsebébe. 12 mm, 12 mm. Jó. Na, vegyem le a kabimat? Ne veszem a kabimat. Vedd le, ne legyen nagyon hajas. Érted? Gyerekek, tudod, mondtam, hogy hajas is jöhetett volna, de hát aki elsüt néhány zsidró viccet, az nem tud hajat vágni. Tamás egyébként azért örül nagyon a lehetőségnek, mert ugye a hétköznapokban mindig arra törekszik, hogy valami nagyon eredetit, valami nagyon fazont, valami nagyon-nagyon nagy dolgot csinál, és most végre visszatérhet az alapokhoz. Így van. De én a biztonság kedvéért, illetve nem a biztonság kedvéért, hanem azért, hogy meglegyen az összhang, azt szeretném, hogyha először alul tolnánk le. Először alul csörtessünk át a bozóton. Alul olyan vagyok, mint egy csempe. Mindenhonnan lehet. Na várjatok, ezért én a... Írni. Mutasd! Ó, oh, hang. Vagyok ettől a hangtól. Úszki, Feri, kezdek jól lenni. Múdi, ez nagyon volt, mint a fénykörű. Az Luke, én vagyok az apád. Az, meg tudod, te ki leszel mindjárt, nekem az apád. Jó, én azért csinálok a kis instás közösségemnek egy utolsó fotót. De nem mosolyog rajta, úgyse őszinte. Nem volt őszinte. Na, felkerült a hajvágó köpeny. Ugye? Ez a kis köpenyetek. Na, basszus, a popcornom. Ha ezt a feketét innen ellopom, akkor nullásra vágjuk? Akkor igen. Akkor nullásra. Az ne tűnjön el. Az ne tűnjön el. Nem kell az rá. Viszont még fejhallgató. Várj, adok. Igen, tessék? Tehát fejhallgatóban. Az sem olyan körbe vágott. Úgyhogy simán csak vágja. Van egy negyedik hajunk csak. Olyan leszek, mint Leia Hercegnő. Megmarad a fejhallgató, tudod is. Jó. Ne veszem a fejhallgatót. Is. Nem, úgy nézek, mint Lando Calrissian asszisztense. Oké, mehet, persze. Na, most mi spriccizel? Persze, hát be kell. Elindult a spriccizés. Olyan, mint tényleg, mintha valamilyen, nem tudom, valamilyen ilyen, Isten, de utálom a hajamnál. De most spriccizel, most amit most mit csinálsz? De most előtt, nem látom. Ezt 10 évvel letolottad, te már túl vagy rajta. Nekem a hajam az valami teljesen más univerzum. Tehát, hogy az a brandértékemben a 40% érted. Az most el is megy, nem tudom, mi lesz így veled. 30 a képernyő, 10 a rádió, 5 az eszem. Igen. Most nem tudjuk egyébként, de lehet, hogy te vagy a televíziózás sámsonja. Hogyha levágjuk a hajadat, akkor eltűnik minden, ami amire gyakorlatilag felépítetted a karrieredet. Lehet, hogy levágjuk a hajadat, és ez lesz, hogy mak. És holnap este már csak az lesz, hogy mak. Hogyne, persze. Gyerünk, most mi lesz? Mit vágsz? Most a Terminátor, az egyes a Terminátor. Jó, oké, az egyes a Terminátor. Úr, érzed, hogy megszabadulnak a hajhagymák? Ez nem jó. Most ennyi év után levegőt kap végre az a sok kis pici hajhagymá. Végre szabadok vagyunk. Hogy fogsz kinézni? Feri. Hozzatok egy cigit még, megmentjük a többi gyereket. Jézusom, konkrétan könyvbe lábadt a szemem. Mindjárt elzsírok magam. Na jó, mit szoktam mondani? Nem az élet kemény? Aha, ismételgess csak. Az a baj. Kapaszkodjál. Tudod, ilyenkor minden. Fú, de rossz hangja van. Na, a fél oldalamról már eltűnt. Mondjátok, mit láttok? Hittásan a sajtosunk csak én csinálod, De ez nem lesz így egy centi. Tessék? Ez így nem lesz egy centi. Menj, kevesebb. Csak mondom. Kevesebb? Ne, Tamás, léci, tartsd az egy centi. Most már mindegy. Egy centi, tartsd. Most már kopaszra vágtam. Egy centi? Aha. De figyelj, azt mondja Feri, hogy itt kopasz. De tök jól néz ki. Teljesen jó. Szerintem rohadt jó. Nagyon jól néz ki. Csináld már, léci. Kérlek szépen, tartsuk az egy centit. Ebben maradtunk, Tamás, ne rosszalkodj. Az oldala. Az oldala. Jó. És a teteje lesz egy centi. De hallod, ez itt, de várjál, figyelj, ez egy nullásra levágtam. De hogy is, nem. Vontal. Az a... Persze, nem, ne aggódj. Imádom. Te lesz egy nulla. Nagyon jó. De egyébként ez nem rossz. Várjál csak, ne mondd meg. American History X. Edward Norton. Edward Spielberg. Oké, na vágjunk. Na, persze. Most ugye, már menjünk. Én egy centit kértem. Figyeljetek, most az egyik oldalon már le van vágva, csak üzenem a Sivinek a Gátlálendbe, hogy sok profilos képre készüljetek. Gyerekek, másik oldalon még a zsidró velünk van. Tehát ő nem úgy volt, hogy egy csapat van. Tudom, hát veled kéne, hogy legyen, most egyelőre velünk van. Sokat dolgozik egyébként a TV2-ben, csak mondom. Ebbe az is benne lehet. Figyelj, ha menő vagy, rágyújtasz tényleg. Uh-huh. Tehát, hogyha menő vagy, rágyújtasz. Milyen oldalról? Nagyon durva? Ne hallgass a Sanára, ő elfogult, tudod. Aha. Szerintem nem nagyon rossz. Jó. Egyébként így most úgy nézel ki, mint egy madárfészek. Aha. Ugye? Mint egy ilyen gólyafészek rá. Mire az embernek ellenség, amikor itt vagytok.
Nem, nagyon hát helyes. Igen. Nem kell emberkedni, gyerekek. Erről van szó, hogy itt az ember keménykedik, meg bedobja, hogy letolatom a hajam, érted? Bízik abba, hogy a Feri rágyújt. Nem kell keménykedni. De nem? Fura, hogy Palás hangja van ennek a srácnak itt velem szemben. Add vissza, hova tetted? Úristen, figyelj! De konkrétan. De csinos egyébként. Mi lett a reskontóval, Misi? Halom, pakkot is kaptál. Aha. Most ez Terminátor? Ez most magyar a Terminátor? Én ebben gyerekek egyáltalán nem látom a Terminátort. Mondjuk egy ilyen az üveg visszatükröződésre látom, de azt nézem, hogy mindenkinek nagyon riadt feje van. Aha. Hát nem nézel jó ki. De nekem tetszik. Most még így nem erős. Ez most még így nem erős. Mi van, ha nem vágunk három olyat, hanem letoljuk? Tehát, hogy csináltunk itt még négy fejet. Egyet legalább. Jó, egyet, és aztán toljuk ez, ez azért mégiscsak az év egyik eseménye. Számodra pedig az évszázad. Komolyan. Egy száz cigi, Feri, hát ez egy száz. Most már mindegy, most már hiába tegnap este mondtam. Egyébként Feri tegnap még tényleg azt mondta, hogy ilyen férészegen nagyon kedvesen, ha akarod, Bali. Akkor most megmentelek. És rágyújtok. Szóval Feri, nem lenne korrekt most itt férészegen, hogy belé tukmálnék egy cigit, nem lenne korrekt, nem lenne elegáns. És utána csinálnánk egy ilyen olvasói fotót, és elküldenénk. Ajjaj. Hát, csinos egyébként. Aha. Csinos. Más, ezt úgy megyek, hogy mások által csinosnak mondod. Tamás, mennyi idő alatt nő ez vissza egyébként? Szerintem nagyon gyorsan. Egy év. Egy fél év. Szerintem 2-3 hónap alatt. Ez a haj, ez simán. Hát 10 centi a teteje. Most meg fog lódulni. Aj, de meglódul. Meglódul. Azt mondják, hogy optimális, én utána olvastam, optimális esetben 1 centit nő egy hónapban a hajad. Már mindent beletettél. Tehát ez, amit a teteje neked 10 centi körülbelül, az egy év. Jó az. Őrizzétek meg azt a képet, ami ez a fiú volt valaha. De most még egyébként szerintem még talán vállalható nyilvános segerőt. Most hány szentit láttok? Ne. Feri, dőlj hátra és pörzsöld meg a szivar végén. Gondolkoztál rajta? Egy óriás kohibát? Á, magam miatt nem egyébként, mert ha az a baj, ha egyre rágyújtok, akkor azonnal vissza fogok állni. De miattad nagyon rá akartam. Hogy most bejössz és rágyújtasz? Hogy most ekkorával így. Igen? De az a baj, ha most rágyújtok, akkor vissza fogok szokni, és azt meg még nem akarom. Azt majd csak jövő héten. Konkrétan oldalt elkezdett fázni a fejem. Tehát így a hideg levegő, megérzed a hideg levegőt. Szokd ezt az érzést. Persze, jó lesz holnap 300 ember előtt ott állni. Tehát ez így konkrétan fázik oldalt a fejem. Tehát ott már ugye nincs haj, ott eltűnt. Ebben a pillanatban a lelki személy előtt látom, ahogy mint Tom Cruise a trópusi viharban Kolosi Péter sétálgat fönt a hatodikon egy headsettel a fején, és hallgat minket, és ez az! Adjatok még neki! Adjatok neki, toljátok le! Lelekek, hát a vágás meg minden itt történik rá. Nálatok ezt azért nem adjuk oda. Igen? Minden nézős. Megjött a vezérigazgató, hogy Jézus Mária! Az ott Balázs. Ott az ott Balázs. Igen. Na de várjál, ez nem a végeredmény, főnök, csak mondom, hogy ez nem a végeredmény. Ilyen fél, hogy Jézus Isten, ez ennyire durva, ennyire szörnyű. Hát még nem. Igen. Majd most lesz le az. Le kell mondanunk azt a januári kampányfotózást, basszus. Jó, most hogy állunk? Most van a Terminátor? Most van ez a Terminátor szett. A Terminátor. A Terminátorról még csináljunk nyugodtan. Jó? A Terminátor, ezt még felrakjuk a Instára, Facebookra, mint mindenhol. Ezek a képek egyébként még lehetnek, drága hallgatók, úgyhogy ezt föltesz. Ez jól áll még. Figyelj, nézd, figyelj, ha nem vagyunk itt 20-an, Árpi feketébe öltözött konkrétan. És mindenki kaján vigyor az arcát. Megértem lett. Jó, így lesz. A mondatok, ne frizurázzá, adjad neki, ne kimélt. Nem a szalon. Igen, mert a Tomi akar valamit ízét beletenni, trükköt, hogy nézzék ki normálisan. Ne! Tehát fog egy centi mindenütt. Csak mondom, hogy minden egyes fejbólintásoddal az egy centiből vágatsz le újabb milliket. Tényleg, ahogy belebólintja, mert a Tomi nagyon jó. Nem mozdulja. Nem mozdulja. Se szólal, jön utána, nem tudod. Most ugrott az egy centi. Most ugrott a fél centi, Bali. Atya Isten. Hajrá, Tamás, hajrá, tolja csak nyugodtan. Várja a sereget, kell az ember a hattápra. Vigyázz, ott a vathús. Így van. Bele ne vágja a vathúsba, elvérzem. Tamás. Egyébként, hogyha például Tamásnak az arcára nézel ilyenkor, és látod rajta azt a kaján mosolyt, akkor az a fajta mosolyom az ő arcában azt jelzi, hogy igen, jó szakmát választottam, igen, otthon vagyok, igen, megérkeztem. Végre. Figyelj csak, Tomi, itt van nálam ez a szál cigi. Ha elszívom idáig a tövéig, akkor a füstszűrő az pont egy centi lesz.
Jó, és akkor ahhoz tudsz viszonyítani, jó? Ahhoz tudsz viszonyítani. Ó, és figyelj, és a Feri betette azt, ne! Berakott egy szálcigit a szájába, ne! Három hónapja erre várok. És a legnagyobb rodéka megcsinálod. Nem, gyújts már. Nem, mert a lágyújtok vissza fogok szokni. Nem, a legnagyobb, Bali, letoltad ezt a cigit. Ez viszont tényleg az utolsó, és elszínált. Feri konkrétan itt áll a stúdión egy öngyújtóval, és egy szálcigarettával a kezében. Figyelj, egyébként Feri, tehát, hogy rágyújtani, hát rágyújtani az egy olyan dolog, hogy az, ahogy meggyújtod a cigarettát, és leteszed magad mellé szépen. Neked ugye arról van szó, hogy beleszívjál. Bármikor rágyújtod, leteszed, behozunk egy hamutálat, ide leteszed, ott érted, ott van, te mégsem nyúlsz hozzá. Ő az ECS Géber, vigyázz, aki rosszra visz, Feri már az öngyújtóval játszik. Igen, azóta semmi? Nem, még így sem. Azóta semmi. Tök érdekes dolog. Jó ez a dohányzás, hadd próbáljon van ki. Jaj. Figyelj, és csak óvatosan. És csak óvatosan. Feri betette a cigit a szájába, és majdnem rágyújtott. Te mit mondasz, Jani, ha így most így, mert úgy gyújtom meg, hogy nem szívok bele, és itt van csak mellettünk, az ér. Ugye? Azzal nincs semmi az gond. Nincs. Tehát akkor nem gyújtottál rá, csak meggyújtottál egy cigit. Hát a hajvágás közben az még a fogadás, csak ez már vissza nem nő, tehát effektíve akkor már mindegy. Aha. És tudod mi a jó? Tegnap este álltunk a helyen, ahol volt a céges bulink, és azt mondja a Viki, hogy azt tudod ugye, hogy mekkora hülye vagy, mondja ezt élete párjának, én pont ott álltam, tehát hogy nincs a fogadásban olyan tét, ami nekem rossz. Az leesett bárkinek, hogy nem volt ellenfogadás? Hogyha rágyújtok, akkor viszont megteszem. Én úgy mentem bele, hogy kopaszra tolatom a hajam, hogy nem kértem ellenértéket, hogy te mit csinálsz, viszont ha rágyújtasz. Csak az semmi. Volt. Én azt gondoltam, hogy valami majd csak előjön. Én kitaláltam dolgokat. De aztán így valahogy nem jött szóba. Senki nem kérdezte. Hát, hogy nem érdekel benneteket a dolog, akkor ne. Hát akkor legyen a mérleg serpenyőjében az egyik oldalon az, hogy te letolatod, a másik oldalon meg semmi. A másik, én magam, érted, az egészségem. Van még egy szál cigit, Feri? Tudok adni, ha kér. Na, mert én viszont bármikor átgyújtok. Szeretettel. Nem áll! Gyerekek, Jézusom, a Jani, de! Teljesen elítéljük természetesen. Gyerekek, én azért elloptam a sót, azért legyünk őszinték ezzel kicsit, de azért a respekt azért az a Ferinek jár tulajdonképpen. Tehát ő letett egy olyan addikciót, amit 30 éven keresztül nem tudott letenni. Persze nyilván azonnal elvettem tőle. Bocsánat, csak egy viccesebb végéket. Nagyon jól lesz. Egyébként, ha Julinének üzenem, édesanyának, igen, hogy eddig is tiszteltem, szerettem, de most már még inkább, mert tényleg fantasztikus dolog volt, hogy megtartotta a vízfajú kisfiú. Kolosi Péter SMS-e, veled vagyunk, Balázs. És tök őszinte, nyilván. Igen, veled vagyunk, Balázs. Szokolunk. Rengeteg smiley jellel. Veled vagyunk, Balázs. Nem én voltam az, aki betelefonált két nappal ezelőtt. És köszönés helyett csak annyit mondott, apró betűs. Igen. Köszönjük, Péter, a remek ötletet. Igen. Veled vagyunk, Balázs. Jönnek az SMS-ek. Tényleg most már ebből elegem. Add ide azt a mackot. Add ide. De nézd meg, hogy mesterfodrász, és még marad benne valami jó. Marad benne valami jó. Nem. A Tamás nem érti. Tamás, told le. Tedd meg. Így van, meg semmi gond nincsen. Gyerünk. Tedd meg, amit meg... Nagyon jó. Nem, figyelj, ő egyébként téged most kínoz. Egyre inkább az az érzésem, hogy a Tamás ezt direkt csinálja, ő élvezi ezt. Atya Isten. Milyen? Ne vacakolja. Mondd csak, 1-től 5-ig, Jani, milyen? 1-től 5-ig, tessék. 1-től 5-ig? De milliméterben? Figyelj, nekem, én még ennek örülnék. Már nem. Annyira. Add ide. Megmutatom. Figyelj. Jó, figyelj. Fölállítod. Igen. Ez így egyszer. Nem baj, ha nem okozol nyílt sebet. Így. Tessék. Most Feri átvette. Jani arca viszont egyre rosszabb. Jani? Tessék. Jani, mondj valamit, Léci, mondj valamit. Maradj a főzés. Jani, mondj valamit, bármit, tessék. Maradj a főzés, Léci. Na, figyelj, zseniális. Tessék, így csináld meg. Nagyon jó. És Feri megmutatta Tamásnak, hogy mi a méret. Emlékszel Jim Carrey-re, az én és én meg az Irénre?
Ez kezd olyan lenni. Na, fia, az a durva, elmondom, mi van, hogy én mit látok belőletek. Vidám, mosolygós arcokat láttam, és most egy picit mindenki elkezdett elkomorodni, és ettől egy kicsit tartok, már senki nem mosolyog. Egyre riadtabb a tekintetetek. 20 arc van felém, én nézek felétek, mert ugye úgy írunk, és mindenki áll itt a stúdió előtt. Eddig jó volt. Konkrétan eddig mindenki mosolygott. Annyi van egyébként, hogy tőlem, jó vagy. Tőlem az utóbbi években rengetegszer lehetett hallani azt, hogy Balázsnak jól áll a rövid haj. Felejtsétek. Hazudtam. Ez a durva, hogy elkezdtetek elkomorodni. Igen. Nagyon durva? Most már nagyon. Nagyon durva. Azért, mert én ezt mondtam, mert a Tamás... Akkora állat vagyok. Igen, akkora mert eddig vagyok. A Tamás szépre nyírt, de most van az egy centi, és így van, adjál neki, ahogy én belenyírtam az elején. Van egy kis olló, van egy kis olló. Azt mondja a hallgató, Bari, mostantól kezdve hallani fogod a hópelyeket. Nekem ugye egyre másra filmes analógiák jutnak az eszembe. Philadelphia, Tom Hanks. Az, amikor a vezérigazgató kaján mosolyalva, a kiflét majszolyalva fotóz minket. Igen, és mindenki jön és be. És nagyon röhög. Na, nem rossz, nem rossz. Figyelj, így van. Úristen. Figyelj, nyilván egy csomó ember... Egy. Igen, nem tudom megszólalni. Úristen. Ja, Isten. Oké. Megvan. Figyelj, vigasztad magad azzal, hogy rengeteg nő van a világon, aki imádja Brad Pittet, de szerintem John Malkovich nagyobb. Mert rá most már jobban hasonlítasz. Bocs, Viki. Kész vagyunk? Nem, még ott hátul. Az új kollégát. Hátul még ott van. Ja, és nem, folyik a könnyem úgy rögtön. Hát, drága gyerekek, drága hallgatók, a fogadást elveszítve, ez lett. Férfi vagy, na, hogy tartod? Én még nem néztem, még nem láttam, még nem néztem tükörben. Még ott a tetején. Jaj, nem baj. Most még kopasz vagy, később gumi leszel, aztán öreg. Én vagyok a kis barátod, megismersz? Ja, Isten. Ki ez a laszti fejű srác? Milyen a fejforma? A fejforma milyen? Kerek? Egy komolyan egy vicc. Behatárolhatatlan. Egy vicc. Aha. Hívhatlak pöffeteknek? Gyerekek, ezt nem hiszitek. Jézusom, Mr. Csiperke. Te lehet, hogy a két centét kellett volna tartani? Aha. Úristen. Nem. Valaki mutatott. Aha. Figyelj. Jaj, nagyon rögtem. Nagyon röhögtél, de már nem sokáig. Csak mondom, hogy keresd elő a Röjtök Muzsai képek. Nézd meg, hogy kihez mentél hozzám, mert az a srác, aki hazamegy, nem ő. Na, megmutatjuk addig a hármas ugrást? Mutassuk meg a hármas ugrást. Megmutathatjuk, de hát. Megmutathatjuk, de. Gyakorlatilag nincs értelme semminek. Nem tudok semmit csinálni. Ma más vége. Sajnálsz? Picit sajnálsz? Picit igen. Igen? Igen. Picit velem vagy? Téged nem, a Vikit sajnálom meg, akik megnéznek hónap este körülbelül. Ezt a nagy halmazt, ezt őket nagyon, de. A stádiumokat még mutatjuk Facebookon és Instagramon természetesen, jó? Gyere. Ezt minek, Feri? Ne simogasd már. De fura. Vigasztald. De nagyon rövid lett. Úristen. Szó, ez aha. Szó. De nagyon rövid lett. Ez egy vicces adás lesz, de ez inkább szó. De nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Meg akarok veletek valamit osztani, mert... szülőként szerintem mindenki érintett a dologban, nem szomorú, nem is felháborító, egész egyszerűen csak értetlenül álltam a jelenség előtt, de szerintem majd ti, mint nálam sokkal gyakorlottabb szülők, hiszen van némi korelőnyötök, már nem úgy értem, hogy nektek, hanem gyereknevelésben, ugye? Ugye az esti meseolvasás, az mindenkinek egy, szerintem egy kicsit érzékenyebb pontja, hogy mit akar a gyerek, és mit akar a szülő, a kettő sokszor nem találkozik, ugye? Uh-huh. A gyerek századszorra akarja meghallgatni azt a mesét, amit már nem bírsz neki elolvasni, mert tényleg 66-szor elolvastad, ez lehet Anna Peti Gergő, lehet Bogyó és Babóca, lehet Jancsi és Juliska, de ha belesz zúg a gyerek egy mesébe, legalábbis nálunk a Beni, nem tudod leszerelni arról a meséről, nem? Hiába hozol ki bármi. Semmi. Ma kicsim, ez már tényleg, ez már nem is te, ezt tudod, milyen kicsiknek való. Hát te már nagy lány vagy. Nagy, kihozom, van még 50 könyv. Gyere, nézzük meg a könyvtáradat. Válassz egy másikat. Elterelő hadművelet. Ezt kérem. Igen. De akkor is de legyen. Hát itt van a csendes Don. Igen. Vagy a matek példa. Itt van az öt könyv. Vagy ott van Raskolnyikov kalandjai, a bűn és bűnödés folytatása. Szóval nálunk is mindig megy az elterelő hadművelet, de mindig Benny győz. Benny győz, elmondja, hogy Anna Peti Szilvásvárad. És akkor elolvasom 4050-szer az Anna Peti Gergőből a Szilvásvárad, a család elindult Szilvásváradra, és Anna Túrós, Peti Mákos, Juli Áfonyás, anya Peti, Csokis Rétes Demet. És még azt sem tudod megcsinálni, hogy önszórakoztatásból kicsit variálsz. Nem tudsz, mert rád szól.
ez nem így van. Így van. Lap a lapot vissza, ez nem így van. Tudod, és néha, amikor már kicsit látom, hogy álmos, akkor kettőt lapozok, és hirtelen már a végére ugrok, amikor a Szilvásvárad mesében mindenki réteseszik. Apa, kihagytad azt a részt? Mondom, te okos vagy. Tudod, azért ugyanakkor büszke is vagyok rá, te okos ez a gyerek. Visszalapozok, de akkor mondom, ez még 4 perc. Szóval az esti meseolvasás. Olyan volt, hogy elaludt, és azt mondtad, hogy átaludtad a mesét. Hát már elolvastam. Nem, gyerekek, szerintem ez legenda, hogy a gyerek belealszik a mesébe, szerintem ez kamu. Tehát, hogy én ezt láttam már a Halász Judit lemezen, hogy a gyerek elalszik, és a Halász Judit ott még mesél, nekem ezt mesélték. Nekem a gyerek, hogy egyszer nem aludt még bele a mesébe, szerintem ilyen nincs. Túl jól mesélsz, ez a az baj. Biztos. Legyél unalmas. Én úgy átélem be a Szilvásváradot. Anya ment a Szilvásváradra, beültek a piros kocsiba, megnézték a fátyol vízesést, elolvasták, igen, miért hívják fátyol vízesésnek, mi az a pisztráng, jól lapozzunk ki, miért rítettem ezt. Tudom mondani. Nekem a gyerek még soha nem aludt bele a mesébe. Sőt, nekünk ugye az a deal, hogy kettő van az én ágyamban, vagy a Viki mesél, ugye felváltva osztjuk le, de és akkor egy, is. Tessék, akkor nekem is öltözik hozzá. Persze, igen. És akkor átkísérem a gyereket a saját ágyából, és ott még a róka és a gólya. Arról se tudom lekattintani. Ha nem meséltem el 4000-szer egyszer, se a róka és a gólya. Lapostál, magastál, ilyen, de olyan, tehát róka és a gólya. De az legalább jó, azt én is szeretem. Elmondom neked, ha veszel egy cumit a szádba, beveszel az előre, úgy mesél, mert bepisílsz a gyönyörtől. Beveszem a Feri hüvelyk ujját. Hozom a kis kulacsodat, mert benne van kis kulacsa, vissza a kis hidegvizet, és közben róka és a gólya, ez a deal. Lefekszik, megkapja ott még az ő ágyában a róka és a gólyát, megyek az én ágyamba, és akkor ott már csak úgy beszélgetünk. Átkiabál, visszakiabálok, vagy a Viki csinálja ugyanezt, mert ugye ő is. De a régi klasszikusot mondod, nem azt a gólya és a rókát, amikor a gólyát elhívják legény búcsúra is. Igen, igen. És a róka csipendél. Nem, ez is iszonyatos nagy róka. Nem, klasszik. Kicsit csavarok rajta, de a klasszik. Vannak külön hangjaid már a szereplőkre? Tehát kidolgoztál ugye a Bogyó vagy Babócába például a Bogyó. Ilyet a Pogány Judit nagyon jól csinálja, hogy még az utolsó Moha fiút is 46. szinkronhangot tudja hozni. Egyedül. Kicsit a rókánál mélyítek, meg kicsit a gólyánál kelepelek. Na ez a baj. Unalmas egyhangú, akkor belealszik a közepén. Unalmas egyhangú? Unalmas egyhangú. Na de most megoldottam a dolgot, bementünk Bennivel egy könyvesboltba, és közösen, gondoltam, nyert ügyünk van, közösen megvettük a 3 perces meséket. Jó. Mert ebből rögtön tudod, hogy ez nem lesz 5 vagy 10. 3 perces mesék. Osztalszik, de jó. Arrébb hívtam a Benit a meseosztályról, a könyvrészen, odaadtam neki a könyvet, és azt mondtam, nézd, tudod, mert ha ott áll a mesekönyvet, akkor biztos nem az kell. 3 perces mesék. A szegény átvágva volt egy picit, nem tudta. Nézd, 6 perces mesék. Apa, ez nem a 3-a. Ja, de bocs. Áthívtam a szép irodalmi osztályra, de egyik se tetszett neki, mert nem volt színes. 3 perces mesék. Mondom, meg vagyunk. A gyerek lecsapott, csillogó szemmel elindultunk a pénztárhoz, megvettük a 3 perces mesét. 103 perces mese van benne. Hát kell lennél jobb egy szülőnek? 103 perc. 100 darab apró mese van benne, mindegyik 3 perces. Ez tök jó tervezhető, igen. Igen, meg vagy, nem tudom, meg júliusig. Vagy. Már láttam magam, ahogy egyébként ugye hazamenve elmondom a 3 perces mesét, és a gyerek beleesik. És ekkor ért a meglepetés, nem hiszitek el, hogy szülőként milyen mesék vannak ebben a könyvben. Nincs 3 perc. 1 perc alatt el lehet mondani. 3 perc nincs is. Akartok ezekből a meséből? Behoztam nektek. Akartok persze, ezekből igen, a meséből? Igen, igen, de úgy, mintha Beninek olvasnál. Igen, igen, akarunk. Apa, még. Jó, de akkor legyetek Beni, jó? Igen. De aztán anya is öltözzön be. Te kisfiam, ránk nyitottál, vagy miért nyomod ezt a beöltözést? Mondd meg, volt be apádnak leselkedtél? Figyelj, ezt tényleg, komolyan mondom, nem hiszitek el. És ez gyerekeknek készül. Egy haldokló oroszlánnak is van büszkesége. Aha. Nagyon jó. Tehát rögtön egy halállal nyitunk. Figyeld, egyes oroszlánok bizony nagyon komiszak tudnak lenni, kezdődik a mese. Kihasználják az erejüket, és állandóan ütik, verik a többi állatot. Hát te rohadék oroszlán. Volt egy hatalmas oroszlán, amelyik már nagyon öreg volt, és haldoklott. Apa, mi ez, hogy haldoklik? Hosszú élete során sok állatot bántott az erdőben, és ők most eljöttek, hogy bosszút álljanak rajta. Folytatja a mese. A vaddisznó agyaraival felhasította az oroszlán bőrét. És kifordulta bele. A bivaj lehajtotta a fejét, és szarvait az oroszlán oldalába mélyeztette. Az oroszlán fájdalmasan felkiáltott. Ő utána a szamár következett, aki nagyon sokat szenvedett az oroszlán kegyetlenségétől. Hangos ijázással fejbe rúgta az oroszlán. Hát ez nagyon bár. Most már ideje meghalnom, suttogta az oroszlán. Azt még elviseltem, hogy nagy és erős állatok bosszút álljanak rajtam. De azt a megaláztatást, hogy még egy gyáva szamár is megrugott, már nem bírom elviselni, mondta az oroszlán, és meghalt. Ja,
Jó éjszakát, Benni! Aludj jól, gyermekem! Vidám álmokat kívánok neked! Apukád most itt hagy ebben a nagy és sötét szobában! De ne félj, gondolja mesél, amit elmeséltem itt neked! Itt a vége, fuss el vére! Itt a vége, fuss el vére! Várjál! Sokkal durvább! Hát de mondjuk a lebomlásról még valamit azért írhattak volna, ne? És akkor jöttek a boldog kukacok! Így szól a második mese. Lapoztam egyet, a gyerek tudod, hogy kétségbe esetten néz rá, meghal, fejbe rúg, kivérez. Az ostoba békák, mentem át a második mesére, mondom, oldom a gyerek feszültségét, mi lehet? Nem, nincs ezzel azt nagy... Azt már látom, hogy az író nagyon szereti az állatokat. Az ostoba békák, szól a második mese 3 perces gyermekeknek. Hallottad? Súgta oda az egyik béka a másiknak. A nap megnősül. Hamarosan már minden béka tudta a hírt, kiugrottak a tóból, és nagy ünneplést rendeztek a parton. Csak egyikük ült elgondolkozva egy kövön, és a fejét vakarta. Gondolkozzunk csak, mondta a többieknek. Ha a nap megnősül, akkor 2 nap lesz. Vagyis 2-szer olyan meleg idő lesz. És ha gyerekünk születik, az még rosszabb lesz. A nagy melegtől ki fog száradni a tó, és mind meghalunk, elpusztulunk. Segítség, kiáltották a békák, beugrottak a vízbe, elrejtőztek a tófenekén, majd az egyikük meghalt. Leszívassál már! És most jön. Mutasd. Ez egy... Adom, és most jön nagyon. Az utolsó. Figyelj, egyébként ezzel nem hiszed várjál, el, de várjál. Várjál, van sokkal durvább. De ezzel nagy baj nincs, mert megmagyarázza. Ez megmagyarázza, hogy a békák miért élnek a tófenekén. Ez egy jó mese, én emellett vagyok. Jó. Ez nem rossz mese. Ez nem rossz. És itt a harmadik, az öngyilkos nyulak. Már a cím jó. 3 perces mese gyerekeknek. Az öngyilkos nyulak. Az öngyilkos nyulak. Az erdő nyulai gyűlést tartottak, rettenetes az életünk, panaszkodtak egymásnak. Egész nap kutyák üldöznek minket, emberek lőnek ránk, sasok csapnak le, rókák és farkasok falnak fel minket, tizedelnek minket. Minél tovább panaszkodtak, annál szerencsétlenemnek érezték magukat. Végül az egyikük azt mondta, ugye itt várod a feloldást. Mi értelme úgy élni, hogy bármelyik pillanatban egy másik állat zsákmánya lehetünk? Öljük vízbe magunkat! De már! Öljük vízbe magunkat. Nem már, hát ez most komolyan tényleg. Várjál. Várjál, volt egy normális nyúl, aki azt mondta, hogy ne. Nagyszerű ötlet, helyeseltek néhányan. Menjünk, halljunk meg együtt. Ez hülye. Menjünk, halljunk meg együtt. Kiáltották mások is, és a tóhoz rohantak. Atya úristen. Jó, de hogy valakinek eszébe jutott, hogy itt a buta békák laknak. Ezért elmentek az oroszlához. Ne vegyüljünk ezekkel a sötét állatokkal. Inkább tépjük le a saját fejünket. Nem már. De most menjünk, a következő, ez mi lesz? Nagyszerű ötlet. Menjünk, halljunk meg együtt. Kiáltották mások is, és a tóhoz rohantak. Egyszerűen, hogy becsuktam a könyvet, ránéztem Bennyre. Aludj jól, gyermekem. Álmodj szépeket, de azért előtte még egy Anna Petit elolvasnék neked, csak hogy oldjuk a mese által kiváltott frusztrációt. Érted? Szólt a Benni, hogy apa, nem értette, nem értem, nem tudta hova tenni. Nem tudta hova tenni. Nem ijedt meg, csak úgy láttam, hogy a személyen azt, hogy ezt most ő nem érti. Miért hal meg az összes nyúl? Miért lesznek öngyilkosok? Mi az, hogy öngyilkos? Ez egy mesekönyv, ezt ne vegye meg senki. Jézusom. Mondom, 3 perces mesék, ez a címe. Hát és ezzel még itt ilyen alternatív befejezéssel tudsz kitalálni. Igen, helyette. Nincs. Ezek meghalnak, annyira durva. Mennek bele a vízbe szépen egymás után. Igen. Nyúlak és ott döglenek bele a de tóba. Mire odaértek a tóhoz, a nap már felszállította a tavat, aminek a medrében halott békák tetemei hevertek. Na de se baj, itt hagyta a múltkor az erdőben, Stól Buci bácsi az egyik kétsövőjét, vegyük a szárba és lőjük szét a fejünket, mondta a legokosabb nyúl. Ezután sorba álltak, viszont egy nyúlnak meg kellett húzni a ravaszt. Akartuk egy utolsó. De sajnos az utolsó nyúlnál már elfogyott az összes patron, de szerencsére Buci bácsi ott hagyta a zsigerelő kését is, amivel Szeppukut követett el a kis találékony nyuszi. Igen, egy utolsó? Egy utolsó? Jöhet. 3 perces mesék gyerekeknek. A mese címe Gyilkos szeretet. Gyilkos szeretet. Egy utolsó. Nem hittem el, visszaviszem, visszakérem a pénzt, vagy becserélem komolyan. Ha a filmcímkét látnám, lehet, hogy kivenném a Gyilkos szeretet. A gorilla mamának 2 kölyke volt. Csukjátok be a szemeteket, Balázs mesél nektek, tessék aztán aludni, mert dádá lesz. Jó? Utolsó mese, Benni. Jó, utolsó. Aztán alszunk, irgumburgum. Gorilla mamának 2 kölyke volt. Nem tudom, hogy hívták őket, legyen mondjuk Gergő és Gábor. Nagyon jó. Aha. Gergő és Gábor. Gergő és Gábor. Gergő kemény fiú volt, Gábor nem annyira. Az anyja úgy óvta szerette őt, hogy nem engedte szabadon szaladgálni, megerősödni és élelmet keresni, hanem mindig a karjaiban tartotta, csak ölelgette, dédelgette. Halszol már, Benni? Nem, én várom, hogy mi lesz a mese vége. Minél nagyobbra nőtt Gergő, az anyjuk annál erősebben szorította Gábort, míg egy nap olyan szorosan ölelte magához, hogy Gábor
Nem kapott levegőt. Nem is? Várja is. Gábor nem kapott levegőt, és meghalt. Nem már. Gábor nem kapott levegőt, és meghalt. Az anya túlzott gondoskodásával elpusztította azt, akit a legjobban szeretett. Hát gratulálok. Alszol már, Beni? Inkább csak hagyd abba. Nem merek elaludni, mert én itt. Apa, ne öleljen kire! Soha többet nem szoríthatod magadhoz a gyerekedet. Soha többet. De mi ez? Emós mesekönyv? Iszonyú. Gyerekek, elhiszitek? Ültem, tudod, már aludta Benni, felolvastam egyet a Wikinek, lekapcsoltuk a lámpát, és összebújtunk, mi is úgy féltünk. Igen, és de szóltak, ne szóli. Ne ölej szorosan. Elhiszed? De hihetetlen. Ma biztos, hogy visszaviszem, tehát ennyire hülye nem vagyok, tehát akkor inkább tényleg kiveszem neki Monte Cristo-t, aztán elkezdem 5 évesen olvasni neki. Ez mennyire kemény? De hogy ezt valaki leírja, és effektíve elkezdem oda olvasni a gyereknek, szerintem ez egy 10 évesnek is sok, nem? Tehát hát, illusztráció van, ahogy van. Halott gyerek majom lóg az anyja csecsén. Nem, ott van az egyik majom a fán. Gerincelt kinyúlt nyelve. De nem, hát akkor már ez a... Ott van az egyik majom, aki vidáman igen, ott van a másik majom, látszik színesben egyébként, Gáborka. Hogy még mosolyog Gábor, de nem tudja, hogy az anyja nem sokára készül halára ölelni. És még mosolyog. Né, te boldog vagyok, ide bújtam az anyukámhoz. Recs. Nem csejtem, hogy nem sokára anyukám megfoly. És ráadásul nagyon okosan meg is személyisítik ugye az állatokat, akik gyakorlatilag semmiféle szerepük nincsen, azok ki vagy az egyik életben van, a másikat pedig az anyja halára folytogatja. Jó, de valahogy igen, szólítani kell egy halott majmot. Írja egy hallgató, hogy 3 perces mesék Stephen King ajánlása. Igen. Te, ki írta ezeket? Tényleg ki írta? Ne, nem? Tehát így... Hát ezek a mai modern mesék. Hát csoda, hogy én a virágnak a Waffen-SS fegyverei és harceljárásai című könyvből olvasom festékén. Apa, még egyszer a halálfejes hadosztályról. De 3 hónappal ezelőtt belefutottam a kaki könyvbe. Azt mondtam, jó, lekakilják a vakondot, a vakond elmegy megnézni, hogy ki kakilt a fejére. Emlékeztek? Behoztam. Igen. Ki kakilt a fejemre, mondta igen. A vakond, és elindult, te kakiltál a fejemre, kedves madár. Nem, én nem ilyet kakilok, mondta a madár, majd oda kakilt egyet. Hát az egy felüdülés volt ehhez képest. Igen, írja, csalgatunk, az állatorvosin tanulok, de ilyen sztorikkal a korbonztanon se találkoztam még. Hogy álltok ezekkel a mesékkel? Ezért ez durva, nem? Igen, hát de most komolyan. Már majdnem véget ért a háború, amikor megvették azt a kis házat Hiroshima mellett. De tényleg, és egyszer csak egy repülőt láttak felrepülni a fejük fölött. A kisfiú odaszólt. A kis Yamaguchi még integetett is neki. Apa, nézd, valami kiesett a repülőből. Ajándékot kapunk? Mondta a kisfiú. Biztos, most... hogy ajándékot kapunk, gyere bújj ide hozzám. Nézd, fotóznak is minket, mondta a kisfiú, mikor látta a villanást. Apa, de hova futnak ilyen sokan? Kérdezte a kis Yamaguchi. Igen. Nézd, apa, nem mozog az árnyékod. A következő pillanatban 100 000 sikoltottak fel egyszerre, majd mindenki halott volt. Jó éjszakát, gyerekek! Közel álltak, szénnék! Most leoltom a lámpát. Leoltam a lámpát. Itt maradsz a sötét szobában. Aludj aztán jól. Hallod ezt a távoli repülőhangot? Hát de most komolyan. Tehát, hogyha ilyen meséket olvasnak most a gyerekek, akkor gyakorlatilag a meséktörzs fejlődése ez lesz. Mi lesz a gyerekekből, ha ilyen meséken szocializálódnak? Egy Jancsi és Juliska már nem kell nekik? Egy hófehérke már túl sok? Nem akarom elhinni, hogy ezt valaki betördelte, illusztrálta és ki is adta. Puszi Kriszti, írja nekünk, de hát nagyon, te abszolút, igen. Na. Ezt a mesekönyvet egy nyugdíjas patológus. Hát kaholja, tényleg, tehát, hogy értem, mesék a kriptákból. Ne vidd vissza, Bali, indíts új napi rovatot gyilkos 3 percesek címmel. Gyerekek, sokat tudok ebből, tehát ebből minden nap van egy mese, ha akarjátok. Mondjuk, hogy ha minden este ilyeneket olvasol a Berlinek, akkor én nem szeretnék valami vele találkozni, amikor 18 lesz. Se egy sötétsítok a sikátorban, se egy nyílt mezőn, nappal. Hát biztos, 2 balta, egy vipera, meg egy zsebkés lesz nála, biztos, igen. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Hívjuk a naphallgatóját újra, mert ezen a héten nem vagyunk, de mégis vagyunk, értitek? Vagy naphallgatója van, mi nem vagyunk, csak ők. Ezt én még mindig nem értem, pedig már csütörtök van. Én sem, de haladnunk kell. És azok közül választunk, akik egész évben küldtek nekünk közlekedési híreket. Halló, jó reggelt! Szervusz, jó reggelt, sziasztok! Hello! Szia, Csaba! Kicsirigó! Igen. Hello, te vagy a naphallgatója. Köszönöm szépen. Így az adás végén, mert te is sokszor küldesz nekünk közlekedési hírt. Így van. Örülsz neki? Hát, köszönöm szépen, nagyon örülök, igen, még nem kaptam tőletek semmit. Na látod. Ajándékot így nagyon. Látod, hát gondoltam is többször ebben az évben, hogy rohagyjatok meg, de nem is küldött a közlekedési. Nem, az önzetlen részemről. Jól van. Na, küldjük neked, köszi.
Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot, sziasztok! Ciao, hello, hello! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.